Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szerda van, Kánikula, jó reggelt. Hello Feri, hello Jani. Jó reggelt. Mindenkinek, drága hallgatóink, itt vagyunk újra. És Feri valamit hozzávágott az üveghez. Mit vágtál hozzá az üveghez? Hoztam a feleségednek rózsaborsot. Rózsabors? Ez hány évre elegendő rózsabors? Ekkor ne haragudj, hogy nem árulják. Kétszemes kiszerelésbe használ egészsége. Hónap hozok örlőt is, jó? Csak nem tudtam bemenni az örlőboltba. Jó, hát egyszer, nincs két szemes kiszerelés. Tudom, én a négybetűsbe szoktam egyébként venni. Én azt csinálom, hogy kaptunk egy pár évvel ezelőtt egy ilyen őrlő készletet, és háromféle borsot, fehéret, feketét, meg rózsát szoktam összekeverni, és akkor az őrlőben... És az egyik ilyen négybetűs hiperbe szoktam megvenni zacskonként ilyen áronban. Aha. Ő kérte, mert azt mondta, hogy jó áron. Jó árosítva van. Hogy a te kávédat fogja vele megédesíteni. Igen. Az enyémet? Azt mondta, hogy olyan kávét fog neked csinálni, hogy megőrülsz. Miért akar nekem mindenki kávét csinálni? Én úgy szeretek magamnak kávét csinálni. Ez egy kevés élvezet az életemben, amit szeretek magamnak megcsinálni, és mindenki el akarja venni, és mindenki csinál nekem kávét. Azt látjuk, hogy egyszer se boldog az arcod, amikor saját magadnak csinálsz. Most itt bementem, főztem egy kávét. Kicsit fura lett, de egyébként egészen igazom. Ebből az új kávégéből. Szóval alakul a dolog. Nem volt olyan rossz. És rózsaborsot akar tenni a kávémba? Igen, azt mondta, hogy most olvasott receptet, és hogy mindenféleképpen ezzel meg kell hinteni a végén. Nem tudom, állítólag afrodiziákum. Van baj otthon? Ajajajaj. Aha. Akkor ízét hozzá, gyömbért, meg kamagrát. Kamagrát, meg nem tudom. Meg egy csapretket. Igen, mindent, amiben ilyen van állítólag. Ezt hozzá kötni, vagy? Igen, megtámasztani. Mit szóltok ez a nagy meleghez, nem unjátok? Hát egy picit igen, reggel nem volt bekapcsolva a légkondi a buszon, mert miért lett volna bekapcsolva, de ez még nem lett volna baj, de hogy tényleg kedves buszvezető, mi nem tud jár a telején végig, mert ezt kinyitogatni az ablakokat, hogy valami levegő legyen benne. Nem baj, megoldottuk, elhúztuk, csak közben csekkolnom kellett, mert mondom, ne az legyen, hogy rögtön rámugrik egy kedves kisnyugdíjas, és azt mondja, hogy nem megy a légkondi, mindenki csekje maga. Ahhoz, hol él maga? Mit csinál a szocializmusba? Aztán kinyitottam, mindegy, jó volt, kellemes volt, de hát a BKK már csak ilyen. Tegnap is kaptam egy jó nagy dózist belőle, ugye mentünk parlamentbe, hát bocsássatok. Lejutottál? Igen, persze, nagyon jó volt egyébként, majd arról is egy pár szót mondanék. És hát időre mentem, de mivel ugye van egy 10.500 forintos bérletem, ezért gondoltam, hogy kihasználom a lehetőséget, és megyek metróval, hát mivel mennék mással. Metró lezárva. Egymásnak ellentmondó információk arról, hogy elfüstült egy szerelvény, meg bombariadó, meg ilyesmi, mindenki mást mondott. A lényeg az, hogy természetesen nem járt. Jó, Laci pont ment fodrászhoz, kérdeztem miért, tehát aztán mondtam, hogy ezt ne tiltassuk, csak vigyél el a Nagyváratérig. Nagyváratérnél kiderült, hogy nincsen nálam a bérletem. Nem mondom, de király, akkor kell vennem jegyet. Mondom, nem veszek ilyen 1-2-3 darabokat, mert az ugye nem jön ki jól. Anyagilag veszek egy 10 darabos gyűjtőt. A 10 darabos gyűjtő ezekben a vadói automatákban, tudjátok, hogy néz ki? 10 darab jegyet fiad. Igen. És így dobálja végig. Mondom, jó van, 10 darab, nem. Még kiad egy bizonylatot. Így. Végig vártam, mondom, áfás számla. Áfás számlát nem ad ki a gép, csak akkor, ha van valami kódod, ami mellé van rendelve az áfászra. Nem mondom, basszus, komolyan mondom, hogyha legyalogoltam valami két megállót, jobban járok. Ez. Tehát, hogy így, oké, értem, én nagyon modern minden, értem, nagyon erőmutató, értem, hogy 2015-ig csodálatosak ezek az automaták, de Könnyű, ki kell nyomtassa. Hát, és így adott ki tizet? Így adott ki, plusz a izét. Aztán hazafelé menet az 50-es villamoson, ott van nálam a jegyem, hát mondom, lukasztok, illetve hát érvényesítem a jegyemet, nehogy az legyen hazafelé menet, még megtalálnak ebben a 40 fokos melegbe, és akkor még kifizetek egy kis büntetést. Megyek oda az automata, az nem működik. Melyik másikhoz nem működik. Melyik a harmadikhoz nem működik. Az egész szerelvénye végigmentem, az egyik sem működött, utána kiderült, képzeljétek el, hogy én vagyok a hülye, mert hogy minden egyes automata fölött ott vannak ezek a régi krumpli nyomóprés jellegű lyukasztok, mert hogy az összes ki van kapcsolva, az összes elektronikus, a jövőbe mutató a 2015-ös, ott van fölötte a régi, amiket még a fapadosokról tettek át. És ezt nem vetted észre, hogy ott van fölötte. Figyelj, annyira természetes volt nekem, hogy oda megyek, ha megmezem, már kicsit szét voltam csúszva, ott a 40 fokba,
annyira természetes volt nekem, hogy belerakom az automatába, és úgy fog működni, hogy fel se tűnt, hogy fölötte ott van, de nincsenek leszerelve ám azok, amik nem működnek, és előremutató is 2015 és 21. század, és amire nyilván büszkék voltak, amikor felszerelték. Nem, ezek nincsenek leszerelve, fölé, vagy, illetve fölöttük ott van a másik szerkezet. Most lehet írni a izéket, persze azért nem lehet magasan mert, volt. Igen, mert túl magasan volt. Igen, köszönöm szépen. Igen, én vagyok a kerti hőtörpe, azt is meg lehet írni. De hogy tényleg. És akkor ott van fölött a izé, ott van fölött a lyukasztó. Tehát, hogy így olyan dózist kaptam tegnap én a 30 éve BKK-val, vagy BKV-val, vagy tömegközlekedéssel járó ember megint tegnap abból, hogy mi megy ebben a városban a tömegközlekedés gyanánt. Nem hívtam, mert nem ezért fizetek ki a havi bérletért, nem kevés pénzt havonta, hogy izével taxival mászkálgassam. Na, odaértél a parlamenthez. Jaj, odaértem a parlamenthez, bementem. A tényekbe, ott voltál. Vágóképként ott voltál, ott trécseltél a háttérben. Leültem, hátul ültem, mert sokan voltak. Találkoztam Karolinával, Kosztrián Karolinával, ő volt a moderátora a rendezvénynek, kellett is, mert volt egy-két fésületlenség, ilyen szóvívős szinten, de minden esetre nagyon kellemes volt, hát az épület az egyszerűen fantasztikus, gyönyörű, csodálatos, tehát hogy így a szavam elállt. Na most azt nekem nem mond, hogy te csak oda úgy besétáltál, tehát egy Vadon Jánosnak kellett legyen valami kalandja. Az én nevem volt egy olyan nagybetűvel fölírva arra a nem tudom 100 fős listára, komolyan mondom. Ami úgy kezdődött, hogy ne engedd be. Így van. Igen. Ha nem ismered föl a Lidl szatyorról, akkor. Igen. A Tesco szatyor van nála, és zokniban van, ne engedd be. Ne engedd be a srácod a hasitasival és a hálós pólóba. És a vörösi csillag ruhagyáros zakóba. De és akkor bementem, és ő, de természetesen, amikor megtudhatunk minden gyakorlatilag, kiderült, hogy nem csak az ország cukormentes tortájáról lesz szó, meg az ország tortájáról, meg amit tudom én a Szent István napi kenyérről, ami szintén nagyon finom lett, hanem az egész, az összes augusztus 20-ai ünnepségről, megemlékezésről, tisztavatásról, ki fog mikor megszólalni, milyen szögből lövik fel a tűzi játékot, az egészet végig kellett hallgatnom, nagyon jó volt, nagyon tanulságos volt, mindent megtudtuk. A legjobb az augusztus 20-ai tűzi játéknak az animációja volt. Egy részlet abból, hogy hogy fog, hogy kinézni. Fog kinézni. Egy demonstráció. Puh! 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 És ezt néztük. Ahogy a tévén valaki animáció elkészítette, hogy hogy fog kinézni 20 másodpercet tűzi játékból. És a pirosat hova lövi? Mi lesz? Balra? Figyelj, nem tudom. Akkor megyek hát meg. Ha rendezői bal, akkor jobb. Jó, ha jó lesz, akkor megyek. Na mindegy, nagyon jó volt, de ettől függetlenül nagyon kellemes volt, mondom, a rendezvény. Nagyon szép volt a kilátás a teraszról, a párra, a Dunára, stb. Nagyon tetszett, magyar sajtó. Ki van rakva az ország cukormentes tortája, ami csodálatos, egészen pontosan a barackos buborék torta, a Vaslócki Orsolya kreációja. Gratulálunk neki, tényleg nagyon finom lett, nagyon jól sikerült, majd a jövő héten érdi barátaink hoznak be nekünk egy nagyobb mennyiséget belőle, megígérték. Meg és a lényeg az, hogy ki van rakva maga a torta az asztalra, a sajtónak, lássák, fotózzák, jól néz ki, mutatós, ott van egészbe. Mellette jobbra, ott van ugyanabban a tortából egy kb. 100 szeletes, de hogy tudod, csak még nincsen felvágva. Nem tudom megvárni, amíg ezt felvágják itt ezek a cukrászok. Magyar sajtó, oda megyek, egy pillanat alatt a dekoráció tortát megették. Jézus. Az egy morzsanál. Egy nylon zacskóba is vitt haza. Fél, mondom, mindig így van a sajtót. Mondom az egycsepeseknek, hogy figyeljetek, ha tükjölen, akkor az Antoniával csináljunk már egy közös fotót, ott van nálunk a torta, akkor szóljtok már nekik, hogy ehhez ne nyúljanak, de hát gondolom, miért nyúlnának hozzá, csak dekoráció. Érted? Nem. Egy perc alatt, mert ahogy ez szeletelve volt, akkor oda mentek, hogy mindenki elvett a kis tányérja, hogy gyorsan behalmozta az egészet, és nem várták meg. Ott volt mellette, de egy akkora, mint az asztal. De nem volt fölvágva. Nem volt fölvágva. Ti hibáztatok komolyan, aki csinálta a vizét. Hát aki csinálta a dolgot, hogy oda teszel 100 szeletet, nincs fölvágva, meg van egy rendes, mint én, 16 szeletes torta fölvágva, mindenki azt választaná. Alig várták már. Tudom, ez annyira magyar egyetlen, annyira tipikus. Egy pillanat alatt. De mondom, egész évben egyébként. Elnézést, a dekorációt kiadtam meg. Elnézést. Bocsánat, ez csak az egy fél kiló műszőlő volt ott, meg egy műbanán volt a tában. Legyenek szükség vissza. Meg tudja emészteni a gyomra a viaszt? Igen, jó, mert szüksége lesz. Igen. És a szőnyeget tegyük vissza, és a freskókat tegyük vissza, és az abroszt ne vegyük le, és lecsomagoljuk el. Oda mentem, mondanám, hogy figyelj, hol van a torta? Megették, kik? Hát a kedves újságírók.
Úgyhogy mondom, így működött, de ettől független onnan büszkén jelenthetem be, hogy Magyarország cukormentes tortája ebben az évben Vaslócki Orsolya lett, első alkalommal nyerte meg cukrászhölgy, a barackos buborék torta, ezt az elnevezést kapta a torta, ugyanis ilyen ez a buborék formával lett megoldva az, hogy a tortának a tete úgy néz ki, mint egy méh kaptár. Marha mutatós egyébként az egész, és ilyen finom. Az ország tortája meg a pannonhalmi sárga barack, pálinkás, karamell torta lett, Fogellért salgótarjani cukrász alkotása. Az is nagyon fincsi lett. Úgyhogy majd augusztus 20-án egyébként majd meg lehet valószínűleg ugye a budai alsó rakpart környékén majd meg lehet, ahogy minden éve kóstolni. Mondjuk nagyapám felsziszent volna erre, hogy a pálinkából tortát csinálsz. Karamell! Bűncselekmény! Piskóta! De már! Miért teszik tönkre? Jó, az úgy is. Aztán lesz Szent István napi kenyerünk is, ez egy tönkös kenyér a Pedro Pékségnek a nagyon kis, fincsi kis kreációja lesz. Úgyhogy, hát még minden, homécség tortája is van már, tessedik mézes körte torta. Na mindenki tortába utazik? Na mindenki tortába utazik, mert látják, hogy ez mennyire bejött az Antóniáiknak. És akkor ott van az Antónia is, örülünk mi. Honvédségi torta. Aha, minek? Így van. Aha. Nagyon jó kérdés, én nem tettem fel a sajtótájékoztatót. Hát de nem. Nincs elég bajuk. Aha. Igen. De minek tortát is? Nem lehet szegény. Még egy némi pótalkatrész helyett a gripeneket? BKV-nek hát. Még nincs, vagy a BKK-nak? Aha. Nem, mert az biztos szétfolyna, szétesne. egy trollibusz forma, vagy valami villamos, vagy egy 4-es metró formai tortájuk nincs a BKK-nak? Na jó van, szóval akkor jó volt. Láttalak, mondom, a tényekben ment este nálunk a tévé egy kicsit, hogy okosodjunk a híradóban, aztán ott trécseltél. Mondom, jó van, nem volt úgy fölvetted a trécselő üzemmódot, mondom, jó van, ne kiálltál trécselni. Valakit éppen nagyon, nagyon magyaráztál valakinek, aki egy balra nézett, jobbra nézett. Hova, hogy kéne menekülni? És tipik, látta, előtted állt a csávó, akit kérdezte, és próbáltál, és láttad a menekülést rajta. És lehet, és 5 percre vissza volt még egy vágóképvágó, és akkor másolki. Hátul, jó van, Jani fölvette a trécselőzem, ott voltál benne, tényleg megírják, hallgatok. Hátul álltam meg, meg ott is ültem, gondoltam, hogy legyenek használható képek is, amiket előkészítenek, és amiket nem vagyok rajta. Hátul szépen lecsüccsentem, nem zavartam senkit. Jó, ez mind szép és jó, hoztál, vagy nem? Mondom, jövő hét, nagy mennyiségben. Ki tudja, mi lesz addig? Hát lehet, nem is élünk már jövő hét. Most csak mondom, hogy negyed óra múlva már semmi nem volt semmiből. Tehát mire szereztem volna egy dobozt, egy szatyort, egy... A doboz, mindig van nálad egy Aldi szatyor, vagy valami kis Tesco, fogtál volna két kis tortalát, de azért mondom, ne flancoljál, ismerlek doboz. Hát előző évben a zsebedben egy ilyen összegyűrt Tesco szatyrot, előszedsz fogkét szalvétát, belerakod, összehajtod, az bal kézzel kihozod. Eredetileg mondom, ez volt a terve, de a sajtó rutinos munkatársai megelőzte. Ne flancoljál egy doboz, hát 4 darab Tesco zacskó van mindegyik zsebedben összegyűrve. Sose lehet tudni, hogy éppen mire kell érted előhajtogatni. Na jó van. Na, mutatjuk gyorsan közben, mi történt velünk tegnap, mert hogy van egy pici ismétlésünk is, megmutatjuk, hogy mi történt azzal az a hawaii katonával, aki előbb ért haza, ugye? És hát rajta kapta a feleségét, hogy ő már egy másik katonatársával vigasztalódik, amíg ő a fronton szolgálta a hazát, és arra kértük hallgatóinkat, meséljenek el nekünk olyan történeteket, amikor feleségüket, férjüket a szó legszorosabb értelmében tényleg rajta kapták. Nem csak gyanakodtak, nem csak gyanú volt, nem rúzsfolt volt, vagy telefonszám a belső zsebben, hanem benyitottak, és ott volt az ő párjuk mesztelenül valaki mással. Hát szép történeteket hallottunk, úgyhogy megmutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanatait. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét múlt 2 perccel. Na hát erről volt szó tegnap, többek között, több témánk is volt, ez volt az egyik, hogy milyen az, amikor az ember erre belép, és ezt látja, rengeteg SMS-ünk is volt. Az ország tortája a témakörhöz még Csongi írja, ez nagyon jó. A BKK azért nem indul ezen a versenyen, mert csak tortapótlót tudnának küldeni. Igen. Katica kakaóbevonó vasszával helyettesítenék, vagy étbevonó, vagy mi ez? Tortabevonóval helyettesítenék az igazi csokoládét, igen. Na jó, azt nézem, hogy van-e még valami, ami fontos. Azt mondja, hogy M3-as Babátpusztai? Vagy Babat? Babati pihenő út. Babati pihenő, így hívják? Ugye? Babati. Babatpusztai pihenő előtt baleset tarkítja az amúgy is lassú haladást munkavégzés miatt. Ez Gyufa küldte nekünk. Aztán, hello János, tegnap a parla ment, kérdezi valaki SMS-ben. Bali, te lettél volna az első, aki beleeszik, ha ott van. Jó, ez mondjuk igaz, de az más. A dekorban nem.
éles szemmel kiszúrom én egy sajtótájékoztatom, hogy mire lehet rámenni. A dekorációt végig hagyom egyébként. Megenni a dekort, az meglehetősen pronyó. Ezt lehet fotózni, ott van 100 szelet. Na, úgy rámenni a dekor, az nem az. De hogy nem kellett volna tényleg futófények, meg ilyen nagy piros nyilak. Hát ilyen rendőrség, tudod, ilyen sárga kordonnal körbe. Egyébként meg ott vannak azok a csávók a korona mellett. Hát miért nem mentek oda a torta mellé? Ja, tényleg a koronaőrök kimond karddal. De nem, ott álltak volna mellette. Elnézést, a Szent Korona szerintem itt el lesz, mert üveg alatt van, de hogy bent az ország cukormentes tortájára picit vigyázni kellene, a sajtón kedves munkatárs. Hát tudjuk azért, hogy a sajtón kedves munkatársait legjobb úgy odahívni valahova a sajtótájékoztató, hogy lesz kaja. Tehát az a 30%-os telítettséget 80%-ra dobja, hogy újságúgyó a sajtótájékoztatót tartasz, legyen kaja. Mert akkor... Hát csak írjanak is róla, mert azért az gyakran előfordul, hogy eljönnek, vagy rosszat írnak, vagy nem írnak róla. Miközben halálra zabálják magukat. Miközben megeszik, igen. Jó, na, akkor hát nézzük meg, hogy indul a reggel, kinek hogy jöhetnek az SMS-ek egészen nyugodtan. Jó, ha valaki szeretne velünk játszani, akkor küldjön SMS-t. Hogy állunk játékkal? 2-0-ra vezetünk eddig. Hasítunk? Nem rossz. Még jó egyet van. Behúzunk, aztán hellókat. Jónak tűnik ez. Ákos elmondja a legfrissebb információkat, közlekedési híreket, mi pedig jövünk Ákos után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ákos, köszi, 10 perc múlva pontosan 7 óra, itt vagyunk, friss közlekedési hírekkel is. Trafi Újfehértón a lemez üzemnél, M3-as kifelé Gödöllő után baleset a forgalom korlátozás miatt. Ezt Laci küldte nekünk, valamint Alsó-Némedén 3 lábúval mérnek, ezt pedig Zsolt írta. Köszönjük szépen, mi pedig játszunk, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szilvi vagyok. Szilvi, hello Szilvi, honnan hívtál minket, Szilvi? Kecskemétről. Jaj, jó. Kecskemétről. Jó, van, mit csinálsz ott? Dolgozom már a kórházban. Kórházban, ápolóként, vagy mit csinálsz? Nem, az élelmezésen dolgozom, mint adminisztrátor. És milyen a kaja nálatok? Jó. Jó? Azon ritka kórházak közé tartoztok, ahol jó a... Nagyon, igen. Tényleg? Ez magánkórház, vagy hogy? Nem, ez a megyei kórház, de azért sok visszajelzést kapunk, hogy sokkal jobb, mint máshol. De nektek ahol több pénzetek van erre? Nem, nincs. Ügyesebben gazdálkodtok, hogy ne egy szelet kenyér, egy szelet párizs és egy kocka vaj, vagy egy háromszögletű sajt legyen. Egyszer hát voltam a merényében, ott nem volt ilyen finom a mackó sajt, mint nálam. Igen, hát döbbenetes, akinek volt kórházban ismerőse, barátja, családtagja, az, amit, tehát ha nem viszel ott neki ételt, italt, akkor konkrétan egy elhalt. Kímélő. Igen, az, aki diétán van, természetesen, hogy kevesebbet kap. A szelet kenyér, a mackó sajt és egy pohár vízizű te a vacsorára, szóval, hogy az döbbenet, döbbenet. Na jó van. Szilvi, örülünk, hogy akkor ez nálatok azért jobb, természetesen. Kivel szeretnél játszani, Szilvi? Hát, veled, Barázs. Jó, játszunk, abszolút, benne vagyok. Hogy állunk? 2-0, azt mondtam. 2-0. Úristen. Még most miért úristen? Hát azokat nem leszúrta, de... Mindig ti nyertek, most megpróbáljuk, hát ha a hallgatóknak hozok egy pontot. Jó, persze. Próbáld meg, hát velem most nem lesz nehéz kibabrálni. Indulhatunk? Indulhatunk. Jani? Tri és tú és van és fire. Na itt vagyok, figyelek. Szia. Én is itt vagyok. Biztos miért szeretnék? Mondtad, hogy nem lesz nehéz ott veled? Ott a vége. Nem lesz nehéz. Pedig még kérdéssel is készültél. Igen. Nehéz voltál. Mondom, milyen lelkes játékos. Készül, kérdez. Összerakta. Az indul az óra, már bedobja a kérdést. No. Na, akartam kérdezni, hogy csak van nálunk egy taps. Hát azért csak megtapsoljuk magunkat. Szilvi, de sajnálom, pedig olyan jól elbeszélgettünk volna. Hát igen. Szeretjük a vidám hangot. Szimpatikus csajokat, mert általában pasik jelentkeznek játékra. Igen, azért is próbálkoztam. Igen, örülünk a női hallgatók. Örültünk az előbeszélgetésnél és az 5 másodpercnél. Azt bele kellene számolni az előbeszélgetésnél, mert akkor biztos nem volt benne. Egyébként akkor nem. Igen. Úgy kérni, hogy ahogy adásba kerülsz, már indítjuk az 1 percet. Igen. Köszönöm szépen, hogy játszhattam. Hát Szilvi, köszönjük. Puszi nektek ott a kórházban, jó munkát. Sziasztok. Ciao. Hello. Na,
Hát akkor... Hát ennyi. Megvan ez a hét is. Nem volt hosszú játék. Nem. Nem volt hosszú játék. Nagyon cuki, nagyon szimpatikus játékos volt. A 46-os számú telefon tulajdonosa írta már 6 óra 53-kor elbukja. Igen. Igen, ő valamit sem. Valószínűleg hallott, hogy annyira izgul a hallgatónk, Szilvi, hogy érezte, és ezért megírta. Igen. Na, megint rámentetek egy tuti pontra. Na. Hihetek el, hogy egyébként, amikor mi a játékos visszajövjük egy rövid SMS alapján játszanék veletek, puszi Szilvi, akkor azért úgy nehezen tudjuk megállapítani, hogy milyen képességei vannak. Tehát ez nem úgy van, hogy tartunk egy előkasztingot, és Anna azt mondja, oké, akkor játszunk fél percet. Tessék, Szilvi. És aztán, amikor a Szilvi nagyon kikap Annától, akkor átdobja a fiúknak nekünk. Tehát, hogy az SMS-ből azért ritkán derül ki, hogy ki milyen képességű. Sőt, általában leginkább ugye az arcoskodó SMS-ekre megyünk rá, és az SMS íróit hívjuk vissza. De hát, valamikor az arcoskodás mögött egyébként. Kevés a kevés, kevés van, igen. Mi lenne egyszer igazi ellenfelet választanatok? Írja valaki. Jó, hát jelentkezzél te játékra, és akkor majd kiválasztunk téged. 24 nyerthetünk van, ez a hét is benne van. Egy hét döntetlen és 3 bukott hét. Hasítunk, gyerekek. Nem rossz. Nem rossz. Én úgy érzem. Nem állunk rosszul. Na, jó van. Ha van friss közlekedés híretek, küldjetek. Ákos újra elmondja a legfrissebb híreket. Hát, ha történt valami, ha nem történt semmi, akkor is mondani kell, mert hogy ugye ezt vállaltuk az NMHH felé, hogy félkor egészkor hírek vannak, úgyhogy jönnek a hírek. Mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk egy jó kis Prince után. Hát ez egy jó dal. Jó. Ez egy jó dal. Már majdnem felkéreckedtem az asztalra kicsit táncolni, hogy bugyi pénzt rakjatok a gatyámba. De erre nem tudsz nem beindulni, nem? Nem. Tehát erre még magam is lassúznék, komolyan. Tehát, hogy ezt hajnali 4-kor valahol meghalom egy buliban, felkérném magamat lassúzni. Hiszen még én is tudok azonosulni, mert ő is 160 körül. Valami közös. Igen, csak igen. Mondjuk a picit talán, a bankszámla. Igen, a bankszámla meg az ellenkező nemmel való kapcsolat. A mennyiségi és minőségi vonalon is azt gondolom, hogy elég. Nagyon durva. Vagy nagyon, most is? Nagyon durva. Mindenki? Ő nagyon durva. Jár. És szereti a kicsit durvábbat, és abból is a durvát, és nagyon durva. Hát figyelj, a világ egyik leghíresebb zenésze, hát azért... Szántott és vetette a határt folyamatosan. Szerintem nagyon nem kell tinderezned, hogy jöjjenek a csajok, nem. Vagy fölmenni, nem tudom, a vakrandi.hu-ra, és akkor Prince vagyok. Jaj, jó, gyere velem randizni, tehát ott azért így sorban állnak a hát ha most Prince-nek hívják, mert ugye egy időben megőrült, és hívatta magát mindenhogy. Egyébként nem a név nélküli, vagy mi volt? A művész, akit régen Prince-nek hívták. Illetve volt a szimbol is. Amikor egy jelként apostrofált a saját meg, és az egész semmi másról nem szólt, csak hogy ne kelljen jogdíjat fizetnie. Illetve ne kapja a jogdíjat utána a kiadó. Mert hogy Prince után kapták, és nem szimbol után, meg a művész után, akit Prince-nek hívtak annak idején. Megbolondult ő is. Ez a szín az ember már kicsit megkattan. Ez milyen volt, mikor a Sziget elhozta, nem? Mekkora húzás volt. Életem legjobb. Egy három nappal a Sziget előtt, a kezdés előtt egyszer csak bejelentették, hogy na, akkor Prince tessék. Sokan sírtak, hogy már gyenge a line-up, meg nem hozunk világsztárokat, meg mindig a Prodigy, meg a nem tudom mi, meg oké. Okay. Nulladik nap. Jó, akkor tessék Prince. Négy nappal a Sziget előtt emlékeztek, és mindenki megőrült, és robbant a bomba, hogy jön a Prince, aztán valamiért lemaradtam arról is. Nagy élménygyűjtő vagyok egyébként. Most a következő Robi ilyen. Gyerekek, most ott. Készüljél hétfő, jövő hét hétfő a Robi. Körülbelül az lesz, ugye Viki már egyértelmű, hogy menj persze, tehát az tök jó. Tehát én nem mondtam, hogy bármi történik, te menjél. Tehát én vagyok az áldozat, biztos az lesz, hogy aludj már. Küldjetek videót, milyen volt. De most nagyon elhatároztam, hogy begyűjtjük Robit. Tehát most megskalpoljuk. Meg nem volt még meg? Én nem láttam még őt. Nem volt még meg. Volt már többször is. Kétszer volt, vagy háromszor? Nem volt. És a gyereknek arénás... is be van ígérve, hogy visszük. Tehát, hogy... De ő vajon nézte a szépet? A kicsi milyen nyitott a bulira, nézd meg, fél éves és már. Robi. Ő vajon nézte a szépet? Ez egy jó kérdés, igen. De, mert te nem látod őt élőben, de talán ő látott téged felvételről. Én készülök egy Best of Wundersőni Super Sexy DVD-vel. Mindenképpen küldjük a színpadra. Mindenképpen egyet. Egy jó válogatást a legjobb pillanatokból. Ott áll a harmadik sor, és így bedobnál a DVD-t. Fejen dobnám egy Best of Wundersőni Super Sexy-vel. Ezt nézd meg később! Erre van előre. És kivinni Robi bal szemét, tudod, és úgy nyomnám végig a koncertet.
Szóval nem mondhatok csődöt. Nem mondhatok csődöt. A gyereknek megígértem, Robit hallgattatok vele, szereti a rockzenét, ott van, tanulja a Robi slágereket, úgyhogy ki kell menni. Nem jöhet közbe semmi. De szereted! De ha hallgassuk, Léci, nem tudom. Maradjunk itthon. Nem. Robi lesz. Az a baj, félek 10-kor kezdődik. Nem baj. Oh. Nem alszik addig. Mi? Majd alszik a nyakamba. A koncerten. Fél tízkor kezdődik? Fél tízes kezdés. Miért? Hát gondolom, hogy a sötét miatt, hogy kell a fények, meg a látvány. Uh-huh. Ja, mert úgy nem érvényesül. Hát, de egyébként érvényesül. Egyébként világosban koncerten lenni rossz. Ezt a Bon Jovin állapítottam meg, akik már ilyen papperok, és elkezdtek fél nyolckor Bécsbe zenélni, mert tízkor már John Bon Jovinak már ágyba kellett lenni egy aluás pakolásra, tudod, az arcán. De milyen egy szép uborka pakolásra. Ki volt írva? Hát ezt meséltem, hogy kezdés, mit tudom én, 8 óra. 7 óra 53-kor kijöttek, és elkezdtek zenélni, meg 3-9-kor a Mária Hilfestrasz, hogy mi kóvályogtunk a Vikivel, hogy rockzenésztek, ezek nem jönnek ki. Egy negyed koncertet láttunk a Bon Jovival. Szóval megvan ígérve a gyereknek, úgyhogy ki kell vinni. Uh-huh. Be kell gyűjteni ezt gyerekek, ezt a skalpot. Uh-huh. Nem? De mindenféleképpen korán hát kell elkezdeni. Persze. Ha hogy nem elnénk. Nem te, úgy említettem, hogy Feri Béka. Tehát... De életedben ki nem tetted a lábad a szigetre. Voltál valaha? Voltam. Hát akkor, amikor még nekünk szólt. Amikor még a rockereknek szólt, igen. Az E-pluszban még azért te sokat szigeteztél. Hát egyet is voltunk. Persze, tudod? persze. Egyetek, voltunk sokat. Akkor én szerveztem le gyakorlatilag egy hetet. Már hogy hol a sziget? Igen. Te voltál a sziget? Így van, akkor még volt egy metal színpad, és annak a teljes programját én szerveztem le. Az E-plusz idején. Fölhívtad a nem tudom milyen zenekar? Akkor egészen konkrétan. Ilyen nagy emberrel ülünk. Megkérdezte a zenei főszerkesztők, hogy szerintük ki lenne alkalmas arra, hogy mondjuk így szépen egy reggeltől estig a nagyszerű közönséget elszórakoztas, és szépen összeraktam nekik egy hetet. Volt még egy Z+ sátor, és akkor a Z+ delegálta a fellépőket. És akkor volt, mit tudom én, rock, meg metal, meg nem, az is volt. És akkor a Z+ az akkori zenetév, hogy eldöntötte, hogy kik menjenek fel a Z+ sátorban. És akkor föllépett. Zenéből, Kennyből, Happy Gang, meg nem tudom. Hát most már azért ezek kevésbé lépnek fel a szigeten, de akkor volt ilyen, igen. Azért 11 órakor kezdődött a program a Z+ sátorban. Nehogy véletlenül korábban valaki betévedjen, viszont és reggel 6-ig, mi? Sikerült 60 ezer ember előtt felkonferálnom a nagy színpadon. Ja, hát úgy ekültek az anyába. De ezek nagy pillanatok voltak. Ezek nagyon nagy pillanatok. Takarodj anyád! Jó, de hát ott állátlan feladat. Igen. Ez egy nagyon jó időszak volt. Ez meg is van egyébként, de talán az egyetlen kordokumentum arról, hogy nekem volt annyi hajam, hogy headbangelni tudtam, mert a Mood nevű zenekarnak a koncert videójára, ami ott készült, ez egy nagyon jó Stoner banda volt, annak idején felkerült az a szám is, a Down című zenekar, vagy Down nevű zenekarnak a live-förje, amikor én is fenn voltam a színpadon, és ott izéltünk, ott zúztunk együtt. Egy zseni volt. Hihetetlen hangulatú koncertek voltak. És akkor ugye az E-plusznak volt egy zenei menedzsere, vagy nem tudom, gyártásvezetője, aki ugye hát mi konferáltunk a nagy színpadon, Filip, meg nem tudom, te voltál konferálni, és elmondta, hogy ugye menjetek fel a nagy színpadra, mondjátok el, hogy ki a fellépő, de ne azzal törődjetek, hanem mondjátok el, hogy 11 órakor az E-plusz sátor. Nagyon jó lesz itt a program, 11-kor az E-plusz. És amikor már kimész, tudod, akkor még az ős rockerek voltak a szigeten, na most egy ilyen középen elválasztott függönyhajú szőke srácot, ők szívesen elfogyasztottak volna. Sziasztok, ott az első Balázs vagyok. Sziasztok, szeretném ajánlani nektek az E-plusz sátor programját, Happy Gang. Mindenki várt azt, hogy éjjön. És amikor 60, az nem fét lesz, hogy 60 ezer ember, bakarolj, tudod, jött. De lelkiismeretesen elmondtam. Megcsináltad. De elmondtam. 11 órakor Happy Gang, 0 óra 30-kor Animal Cannibals. 1 óra 30-kor Relaxion. és ezt el kellett mondani, mert hát ugye a kezdőműsorvezetőként az ember felküldték egy feladattal. Engem a nagyszínpad közelébe se engedtek. Janika, ott van balra a metál sátor. Menjél oda, mi? És jó. Akkor még tele volt magyarral a sziget. Hát 60 ezerből 55 ezer még magyar ember volt. Még mondtam, amit mondtam, hogy igen. Akkor még nekünk igen. Szólt. Igen, hát akkor még az más volt, igen. Ott indítottam ezzel a nagyon szellemes szójátékkal, amit azóta se felejtek, ugye, hogy Anima Sound System volt, Fate lesz, és... Jój! Szerintem nem rossz, mondjuk, jó? Na most jó. Az 60 ezer embert az... Brohagy be!
És a legjobb, amikor úgy jössz ki a színpadra, hogy jössz ki, és meg se szólasz, de már utálnak. Tehát azt, ez az felfoghatatlan érzés, amikor hatszor... Mert ott állsz, kedvenc zenekarod előtt. Középen elválasztott függönyhaja. Sziasztok! Tök mindegy, hogy kiment volna fel, mindenkit ugyanúgy gyűlölnek. Ugye zenekart konferálni, hát ilyen nincs. Hát ezt és voltak érted, ezek a nem kell. Látom a kezeket! Semmi, nem. A Z plusz sátor 11 óra. Sziasztok, és a színpadon akkor fogadjátok nagy szeretettel, olvasom, Lemmy Kilmister és a Motorhead zenekar. Zubizmó! Takarodj! Gyere le! Megesztek! Gyere le, megesszük! Körülbelül ez, jó mulatás, sziasztok! És balra lesétáltam, tudod. És három évig lázálmaim voltak, mikor csak halasz, baba, nem csinálja! Jó a popsit, kicsi! Csak vidd már le a három évig, tudod, így borogatott az anyám, mert minden éjszaka feljött, a magába szorítottam a plüspackomat, és valaki kimondta, hogy sziget és gyomorfekélyem lett azonnal, és így szorongani kezdtem. Á, szép idő. Beljebb, menj beljebb! Nagyon kívül, beljebb, menj középre, ott mondjad! Gyerőri! Megálltam a szélén, menj a nagy színpad közepére. Sose voltam még annyira magányos, mint abban a 40 másodpercben. Sziasztok! A Sebestyén Balázsék a Z... Haló, egy-kettő! Szó lesz! Jaj, de szerettem. Na jó, témázzunk egy kicsit, talán mindenki hallotta már, hogy a kötelező testnevelés órán túl eldöntötték, vagy eldönteni akarják, hogy dönteni akarnak arról, hogy kötelező énekórát vezetnek be, ami ugye arról szól, hogy mindennapos éneklést vezetne be pártunk és kormányunk, és pontosabban... Vigyázz! Pontosabban, ugye, ha jól tudom, talán Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter beszélt arról, hogy a tárcája tervei között szerepel emberséges erőforrás miniszter. Hogy bevezetnék a mindennapos éneklést az iskolában. Kiváló. Aha. Az mindennapos éneklést az iskolában, ami arról szól, ha jól... Közétkezés helye. Reméljük azért, az megmarad. Énekeljük. Hogy hát dallal indíthatnánk el a napunkat az iskolában, és énekelhetnénk egy jót. De most már van napi tesi óránk az ami iskolában, nagyon jó. Ami nagyon jó, akkor az énekóra is ugyanolyan jó, uh-huh. Egy napi egy óra. Viszont a gyerekek, ha belegondoltak, már két órát megúsztak. Tesi meg ének. Ha? Alig marad, matekra idő, magyarra. Aha, igen. De egészségesek lesznek, és nagyon szép lesz az orgánumok. Most ez mikor lenne? 7 óra 50-től 8 óráig, vagy 8 órakor kiesne mondjuk egy matematika óra, és énekelnének helyette a diákok? Ne, jöjjenek korábban, 7:30. Jöjjenek korábban. Uh-huh. Egyébként nincs ezzel baj, tehát én szerintem továbbra is tényleg azt gondolom, hogy baromi túl terheltek, és ha levesznek, vagy elvesznek belőlük mármint a tantárgyakból egy kicsit, vagy a tanrendből, és ahelyett mondjuk tudnak egy kicsit énekelni, nincs ezzel baj. Tehát énekelnek, rajzolnak, jó uh-huh. Ez, tehát nem egy rossz elgondolás az, hogy énekelnek. Maga ez a közös éneklés egy óra helyett, ez egy kicsit nehezen elképzelhető. Bár az énekóra ugyanúgy megmarad. De ez csak egy ilyen 10 perces, hogy álljunk hát össze az iskola úton, mint Kínában, közös torna van. Igen. Minden reggel. Igen. Tehát ez ennyi, vagy egy picit minden nap közösségépítő, tudod, így együtt igen. Állunk a vártán, tudod, így vagy picit inkább szockos, de hogy... Nem, hát nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugye, ez a közös uh-huh. Éneklés, ez nekünk itt Kelet-Európában egy ilyen rossz hagyomány, hogy tényleg mindenki feláll, és akkor hely, te bunkocska, te drága, ezt így el kell énekelni. Nyilván nem erről van szó. De hogy kell ezt elképzelni? Tehát szünetekben énekelnek, majd énekelve mennek be az órára, az is egy jó elgondolás, hogy megszólal a nagy szünet után a csengő, és te 7 óra 58-kor énekelve mész be az órára. Mint a mókus szóval, választjuk ki a dalt, hogy mit énekeljenek. Ez egy közös dal lenne, mindenki ugyanazt énekli, az iskola választja ki, szülő választja ki, gyerekek választják ki, mi a most menő ének, mi volt régen az, ami menő volt. Uh-huh. Egy jó well hello. Igen, egyébként igen, hogyha azt nem? akarod, hogy ez jó dilli legyen, és szívesen énekeljenek, akkor egy jó well hello-t kell nyomni, mondjuk abban az ének ugye csak egyet sorra korlátozódik, vagy a refrénre, tehát ott többet kéne beszélniük, de most ilyen régi dalokkal, ez már csak nekünk jelent valamit, hogy minden mókus fenn a fán. Nyilván nem mozgalmi dalokat kell, persze. Tehát, hogy bár van egy sodrása. Bár van aha, egy sodrása, igen ezeknek a daloknak. Van egy sodrása? De akkor legyen mondjuk valami jó regi. Igen, a raszta szív, a raszta szív. A raszta szív örökké dobog. Na, de hogy mondjuk legyen az, hogy ők 7 óra 50-kor elkezdenek énekelni, uh-huh. És bemasíroznak? Igen, szerintem ez jó. Aha, jó felvetés. Ejjúk nyelv, ejjúk
Miért csak ilyen régi szovjet dalok jutnak az életekbe? Mert túlterheltek az iskolások, és egy picit olyan az életük, mint egy hajóban. Én nem is tudom, hogy mit oktatnak most ének órán, hogy nyilván oktatják azokat a népdalokat, meg műdalokat, amiket még mi is tanultunk, de ha belegondoltok... Amiket aztán... Na figyelj! Mondd végig, megállítom addig, mondja. Hogy a mi, hogy a mi énektanulmányaink 70%-a az mozgalmi dal volt. Hát akkor. De most mit tanítanak? Ahelyett egy ilyet tudnék elképzelni. 7 óra 53 van. Jó? Közös éneklést. Ne vegyük el mégiscsak ugye a matematika órából a közös éneklést, tehát ne úgy induljon a matek, hogy 10 percet éneklünk, tehát 7 óra 53-tól 8 óráig mindenki énekel. Uh-huh. Bevonulsz az iskolába, és erre vonulsz be. Hajá! Szóljon hangosan az ének, ameddig csak élek, énekelek én. Szóljon hangosan az ének, ameddig csak élek, énekelek én. Matek óra. Igen. Mindent elpakolni, füzeteket, tollakat, egy papír és egy ceruza lett elől, dolgozatot írunk. Mondjuk ez mindent. Ez jó ez a dal. Ez jó. Ugye, hogy valami ilyesmit kell énekelni. Hát, jöhetek még a tippek egyébként, hogy kinek mi jut eszébe. Aha, de elkezdve, hogy jelenleg a 14 évesek a Dead Island-ezéstől begyógyult szemmel, egész éjjel fönt nyomták a netten, és jönnek be, és akkor elkezdik tolni a Soltész Rezső klasszikus. Na várj, eszembe jutott még valami, figyelj. Ezen megőrültek. Nem tudom, hogy mi a címe, az a baj. Úgy nehéz. Előadom. De a szövegből valami azért beugrik. Hát az alapján próbálom, csak nem tudom, hogy fent tudod el a dallamot, nem fölismerjük. Tudom. Ja. De megvan, figyelj. Tessék. Oké, okay, megnézzük, van előtte reklám. Figyelj. Mondom, hogy Z+. Sajnálom, kérem, de nem az én hibám, hogy most jöttem be 10 percet csöngő után. Jöttem volna hamarabb, de nem tehettem. Ha szabad, akkor elmondom, hogy mi történt velem. Gyalogoltam erre, mint minden reggel. Lehajtott fejjel és ámos szemmel. A zebrához érve ez megváltozott. Egy nénike mellette motoporgott. Meg is két rögvest a kis van, ezt emlékeztek el? Ezt tudod mi ez? Ez a TikTok zenekar volt. Mondta, hogy idős és ők a TikTok zenekar. TikTok zenekar volt, nem tudom, ki volt benne. Azt egyébként hiszem, hogy ők a Zoltán Erika istálóhoz tartoztak. Talán. Zoltán Erika istálóhoz. Igen. Az Emergency House, Jugri, tedd a dolgot, Herbie. Igen. Itt van velünk Ducky és Zaher is boldog. Zaher is boldog! Zaher? Is vagy Zahir, vagy Zaher, vagy Zaher. Nem, a Zaher az torta. A Zahir, nem? Zahir is boldog. Zahir, az nem jön ki, Zahir is boldog. Zaher volt. Ahir. Nem. Ahmed. Persze, és Yusuf is nagyon volt. Daki, Herbie, Yusuf és Ahmed. Van, és Mehemed, a legvidámabb az összes. Hihetetlen, Mehemed, ő nagyon minden. Szóval, na, hát mit énekelhetünk? Nekem ez tetszik. Ezért nem rossz egyébként, ideillik. A szójongos az ének is jó, és a TikToktól is jó egyébként. De legyen valami stílusabb, legyen ilyen, mit tudom, iskola himnusz eléneklést. Érted, Réka? Van az iskolák. Kocsi Ferenc általános iskola. 3, 2, 1, és csinom pakol, csinom jankol, csontos karabélyom. És az Adi Endre gimnáziumban mi van? Adi Endre? Aha. Jó, na ez na most, hát akkor... érted, jó. Héjonász az avaront megzelés. Igen, az érdemes elgondolkozni, hogy a diák boldog, amikor reggel 8 órakor ő bemegy, nem boldog. Nem. Ugye? Te boldog! Majd boldog lesz. Majd boldog lesz. Az énekléstől. Az énekléstől. Tehát lehet, hogy valami szomorú dalt kellene énekelni. De nem vidámak. Nem húzott fel őket. Igen, attól nem lesznek ők boldogabbak, nem? Mm-hmm. Ha valami szomorú dalt énekelnek. Reggel 8 órakor neked hozzá, énekelni kell. Hát akkor lehet, hogy tényleg érdemes valami szomorú dalt énekelni, és azzal talán mindenkinek egy kicsit jobb kedve lesz, hogy ki énekelheti magából azt a fajta szomorúságot, hogy megint reggel van, megint elindul. Hétfőn nehéz vidámnak lenni, de sokkal jobban passzolna egy Hello, újra itt vagyok, tévedésbe jöttem a földre. Lehet, ne, szegény gyerekek, ne énekeljenek Ákos. És van arról, vagy elmondta nekünk a politikusaink, hogy mikor kell énekelni, vagy ez még csak egy ilyen tervezet? Nem tudunk erről nagyon semmit? Emberség és erőforrás miniszterünkre gondol? Hogy mi lesz ez? Vagy hogy mikor kell énekelni? Vagy hogy mennyit kell énekelni? Nem, mert ez nagyon spontán volt az egész. Ő csak hirtelen elkezdte énekelni a Csitári hegyek alatt. De nem is mondta el, hogy mit szeretne ezzel? Csak fölállt, és azt mondta, a Csitári hegyek alatt. Ennyi. És valaki felkiáltott átélem, megint van rövid a büfébe? Megdobálták galacsinnal, és hadd szóljon. Most keresem azt, amikor ő kánonban énekel. Nem tudom, mert azonban nem találom ezen a gépen megvan, de azon a gépen nincs meg, és csak arról a gépről tudok bejátszani. Nagy bonyodalmak vannak. Szóval
Mert hogy ő Kánont énekelve buzdították, ugye, vagy buzdít arra, hát nyilván nem ő énekelt Kánont, hanem hogy azt csináltak belőle. Ugye? Jaj, én ezt szeretem, ezt a közös éneklést. Ebben van valamiféle ilyen, nem is tudom, ilyen egységbe kovácsolás. Ugye? Amikor így azt érzed, igen, hogy ti ott közösen él. Én bírtam az énekórákat, nekem nem volt vele bajom. De nem szerintem, hogy semmi gond nincs. Főleg, amikor krétával dobáltuk az énektanárt. Tehát az kifejezetten szerettem. Szükség lenne egyébként több ilyenre, szerintem. Tehát ami azért ezt a fajta művészi vénát erősíti a gyerekekben. Azért az rajzolás, meg ilyen. Rajzolás, az éneklés, hogyne? Persze. Meg az alternatív iskolák azért az első négy évben ezt nagyon előszeretettel csinálják. Rajzoljon otthon a gyerek. Rajzoljon otthon, a finom motorikus mozgásait megtanulnak kötni, énekelnek együtt. Tehát hogy az első tényleg, az első négy évben. Mit csinálod kötni? Igen, például vannak olyan alternatív iskolákkal, az első osztályban minden gyerek megtanul kötni. És ez egy baromi jó dolog. Egyrészt ugye a finom motorikus mozgás segítéket megtanul egy dologra koncentrálni, sikerélményben, és megtanítják őket, mert azt mondja ez az alternatív sülő, hogy nem az a legfontosabb, hogy egyből tud az A betűt meg a B betűt, hanem beinduljanak az agyadban, meg nyilván a lelkedben, és olyan folyamatok, amik később majd sokkal könnyebbé teszik a tanulást. És ha például megtanulsz kötni, akkor azáltal egy csomó minden más egyébként elindul benned. És tanulnak ez a gyerekek az elsőben kötni. És aztán valaki így persze rögök, hogy A betűt tanulja, meg matematikát. Nyolcadikra tudnak olvasni? Sokkal több mindent tudnak, mint azok a gyerekek. Annyira jó, hogy beszél róla. Tehát nézd meg, egy mosolygó, közel 40 éves férfi, aki a kötésről beszél, csillogó szemben. Én imádom. Én minden olyan iskolát imádok, ami nem arról szól, hogy teljesítménykényszer alá tesszük a gyereket, hanem boldog gyerekkora legyen, sokat tudjon olvasni, rajzolhasson, kifejezhessen magát, és nem egy adott tanrendbe tegyük bele a gyereket, és ha törik, ha szakad, akkor nem tudom, csináljunk belőle sikeres felnőttet. Miért? Persze, lehet 6 diplomája lesz, de baromi boldogtalan. Hát legyen csak 2, de legyen boldog gyerekkora. Nem? De ez nem a te feladatod otthon szülőként, a boldog gyerekkor az iskolában megtanulgasson. Az is fontos. Persze, nem, az iskolában elsősorban. Hogy nyilván boldog Feri, amikor nem tudsz makramézni. Tudok. Na most érted, tudok. Hülyék vagytok. Ez is egy lezárása a vitának. Végül is ostobat, keveritek a szezonnak azon, ez nem azt jelenti, hogy akik mondjuk ilyen iskolánkban járnak általános iskolába, azok később nem tanulnak meg írni, olvasni, vagy hülyék lesznek. Ezeknek az iskoláknak egyébként a továbbtanulási arányuk baromi jó. Rengetegen mennek felsőoktatási intézményekbe, baromi jó a tanulmányátlag, csak más maga a rendszer, ahogy odáig eljuttatják őket. Ugye nem az elsőben vagy másodikban kell már jól írnod, az a lényeg, hogy a 12 év végére tartsál ott, ugye, mint akik egyébként normálsuliba járnak, és ugyanott tartanak baromi jók, csak kevesebb stresszel, kevesebb nyomással, hát erről már sokat beszéltünk. Szóval, hogy itt nem egy év alatt kell ezt a versenyt megnyerni, ja, hanem 12 éved van rá. Nem? Nem. Jó. Én mindig azon nekem gondolkodom, hogy azokat megkapják-e azokat a dolgokat. Meg. Meg? Meg. Jó, azokat a dolgokat itt tartottam, amikor lezártam. Nem, meg. Nem azokat a dolgokat, amiket megkapnak egy másik iskolában. Nem? Igen, meg az a fajta hozzáállás az élethez, hogy aztán később az nem annyira lesz játékos, vagy nem mindenkinek lesz játékos. De, hogy hát ugye, de miért? Csináljunk egyszer erről egy műsor, beszéljünk erről hosszabban, érdemes szerintem. Én mindig ugyanúgy lehet játékos, azért vagyok, nem? Azért vagyok egy kicsit bizonytalan, mert most már ma már van egy csomó olyan szakma, amiben ez jól jön, ez a fajta dolog, hogy egy kicsit rajzolgatunk meg akár, de az élet az egy picit ennél szögletesebb még akkor is, hogyha egyébként egy csomó területen meg ez jól jön. Na jó, beszéljünk róla egyszer. Hosszabb lenne. Még egymásnak feszülünk. Igen. Parancsolja, Rákóczi mit húzott? Egy sima, egy fordított. Parancsolja. Jó, Istenem, hírezzünk. 7:30 múlt. Keresztszemeset is tudok. Pontosan. Egy perc, Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. Hihetetlen, hogy 10 másodperc van a zenéből, és tényleg kimegy, de akkor jól mondtad, amit mondtál, kezdtem, hol a Jani mondja, a Feri 100-asért megy. Ez nagyon jó. Ez egy jogos felvetés. Végigüli a híreket, a reklámblokkot, beszélgetünk, nézelődik, internetet néz, és 10 másodpercet tényleg a vége előtt ő elszalad. Lehet, hogy pisilnie kellett, nem tudom. Hozz egy 100-as! De hogy bent ül vidáman a hírek alatt, a zene alatt, dumálunk, nézzük, mi történik a nagyvilágban, kapcsoljuk a tévét, ide-oda kapcsolgatjuk, majd 10 másodperc van Bogi Feel So Right című remek művéből. Most lett neki elég. Lehet. És erre 10 másodperc. 10 másodperc után kimegy. Vagy most lett elég abból a demagóg dumából, amit nyomtál itt a zene alatt, de mindegy. Nem nyomtam. Ezt nem árulom el. Rohadék. Van aprót, kicsi fiú?
Hova mész ti? De amikor itt 10 másodperc van a zenéből, miért mész ki? Lekevertétek, fogadjuk, hogy lekevertétek. Nem! Megmondom neked, 2.48 a zene, és 2.48 nem csinálhatnak 2.48 a zenéket, az semmi. Dehogy nem. 3.5 perc egy ideális pop. Gyors világ, ez már nem az, hogy novemberén 8 perc, 53 másodperc, érted? 3 perc alatt te kell hozni. De első fél perc ott kell lenni a refrénnek, különben nem rádióbarát. Szöveget nem tudnak írni, csak refrént. Erről szól. Két hangot. Ha nincs az első fél percben refrén, nem kerülsz be soha rá. Ha nem érsz unalmas. A refrénig, unalmas a dal. Tehát, hogy ezek ilyen alapvetések. 2.48, nem ment le. Csörögjél a kassza, nem, kicsi annyi, fiú, csörögjél a kassza. Bedobok előre még egy százast, 200-at dobok be. Féltik, nem hiszem el, hogy heteken keresztül gyűjtöm egyébként az asztalom alatt a szelektív hulladékot. Kifejezetten az, és mindenki tudja rólam, hogy azért, hogy oda kerüljön, ahova kerülnie kell. És fogja valaki, is kidobja. Takarítani nem takarítanak a szerkesztőségi szobába, mert nem jön be oda de senki porszírozni. Elvitte. Aha, igen. Kicsoda. A Laci intézett valami takarítást a régi dolgai között. Szerintem, hát igen, ha Laci intézte, akkor kivitte ide a konténerbe, az beledobta. Vagy kirakta ide az aluljáró alá. De tényleg nem hiszem el. Most ezen húztad magad, hogy elvitték a szelektíven gyűjtött szemetedet. Igen, mert energiát feszülök bele, meg próbálok meg azért tudatosan élni, amennyire lehet. Azt ehhez képest fogja valaki, ezt kidobja. De még nem tudod, hogy hova dobta ki. Lehet, hogy a szelektívbe vitte. Ja. Legyél már pozitív egy kicsit. Vagy a házunk elé. Vagy bedobta a kerítésünkbe. És most ez eltűnt? Aha, most fogta valaki, ezt elvitte. De mit? Az összehajtogatott teljes dobozokat, ja, a kimosott, hogy hívja? Az összegyűjtött alufóliát, a jogurtos dobozokat. Ez eltűnt? Igen, csak az a baj vele, hogy ez az én asztalom alatt van. Egy világ van. Az én asztalom alatt van, a kutyát nem zavarja amúgy. Tehát, hogy direkt olyan helyen gyűjtöm, hogy még véletlenül se akadjon ebben senki. Vizuális környezetszennyezés, amit te csinálsz. Ez egy vizuális... Nem az a te asztalod, a vizuális környezetszennyezés. Az egy vizuális környezetszennyezés, hogy úgy élünk, mint egy szemétdombon lennénk, bár egymásra van rakva egyébként, a sok félig lenyalt kefíres doboz lemosva, amire már valójában tényleg nincs lesz rászáradva a kefír. Ez egy vizuális környezetszennyezés. Most abban a szobában rend van és fegyelem. Aha, én rendben ezt azt gondolom, összefogtunk, hogy... Juli, Laci, én, és ezt eltakarítottuk. Bárki mondta volna, ha ezt nem te mondod, akinek az asztala úgy néz ki, mint Stalingrád azután, hogy Paulusék kapituláltak, érted? Tehát, hogy... De tudom, hova kell nyúlni, ha keresek valamit, és ott van. Hidd el, 4 héttel ezelőtti félig megrágott műziszelet még mindig ott van, ha esetleg nincs zárva a büfé. Oda nyúlok, és megmentetted reménykedem benne, nagyon éhes vagyok. Itt mert félsz, hogy ezek a régi íze. Ezek a régi jó dolgok. Kár, hogy a régi jó dolgokból nem marad semmi. Igen, mondta ezt az öreg bácsi a nagymamára, ugye a reklámban? Kár, hogy a régi jó dolgokból nem marad semmi. Szerintem a nagymamáról beszél. Szóval, hogy ott van az a félig elmondott műziszelet. Nem, elmondom, hogy én most egyébként nem én voltam, tehát nem tehetek róla, vagy nem nincs benne a kezem. De elhatároztuk, hogy rendet rakunk a szerkesztőségi szobába, lomtalanítunk. Mert hogy vannak, akik a minimált szeretik, vannak, akik nem szeretnek kupiban élni, vannak, akik gyűjtögetnek, ugye? Hát itt azért különböző szemléletek találkoznak. Ki és az, aki nem szereti a kupit? A Jani. A Jani nem szereti a kupit, de a Jani imád gyűjtögetni. Tehát a Jani olyan, mint egy régi ószeres, hogy minden ott van az asztal alatt, a 6000 joghurtos doboz, 4000 joghurtos fólia, vagy a teteje, teljes doboz, és rendbetéve. Összerakva, tehát mondom, vizuális környezetszennyező vagy. Tisztán rendbetéve, de brutál nagy kupi hatása van. Valaki belép abba az irodába, ami nem iroda, hát ezt ne hívjuk irodának, mi ez? Egy szobá. Szobához hasonlítva valami. Nem a szobáj lányok nélkül. Egyébként igen. És most rendet rakunk. Elhatároztuk. De miért ezzel kezditek, hogy az én szemetemet kidobják? Mert te mondtad, a szemét, érted? A többi, az használaton kívüli tárgy. Tehát mögöttem például nagyon szép és sok boros kartonban. Abba még lehet tartani valamit. Tehát arra nem mondom, hogy szemét, az tároló doboz. A tied, te mondtad, a szemét mit dobsz ki először? A szemetet, utána rendszerezel, és azokkal csinálsz valamit. Igen, de hogy a kutyát nem zavarták ott szerintem az asztalom alatt, és most pénteken vittem volna el egyébként, és aki szerintem azt kidobta, az nem tisztel engem. Szerintem a tejfölös dobozaidat az a Balázs vitt el a kertészének palántázni. Igen. Nem, jó. És akkor érted? Nem most akar venni a hétvégén a nagybani, hogy a paradicsom palántákat, és valószínűleg az. Na, jól van, játsszuk, jó? Mit van a játékosunk? Oven bácsival és Beru nénivel játsszuk már is. Gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt!
Még nem. Addig egy kérdés, látok, hogyan az, hogy mindegyikötöknek van saját asztala, a délutáni műsorvezetők máshol ülnek? Hány asztal van? És a hírszerkesztők ezt hogy kell elképzelni? Zsuska kérdezi. Uh-huh. Hát, mondjuk el Zsuskának, hogy hogy van. Jó, egy kis kulisszatitok a rádió életéből. Nekünk van egy külön szobánk azért, mert hogy mi ugye a adás után még itt ülünk, sokat értekezünk, van egy táblánk, ahol témákat felvezetjük, gyűjtünk dolgokat, hallgatók küldenek be. Tehát van egy viszonylag nagyobb szobánk, az a Morning Show szoba. Igen. Hát bomba támadás után így nézünk, a falon egy csomó minden, ami velünk kapcsolatos. Képek, ott vannak a díjaid, azért képek, ne felejtsd díjak, el. Újságcikkek, szobrok, rajzok, minden, amit kapunk. Értjük, hogy ez egy ilyen nagyon irritáló urizálás, hogy mindenkinek van saját íróasztala. Igen, van saját íróasztalunk, ezt mi már az elején, amikor a rádió indult, kértünk egy ilyet, mert ugye mi 10-kor kijövünk adásból, de van, amikor délig, fél egyik, egyik itt ülünk, eszünk, kajálunk, beszélgetünk, és hát megnézzük, hogy mi lesz a következő adásban. Mára ezek már azért leredukálódtak, 11:30-12, kinek mikor van dolga? Kinek mikor van dolga? Van, amikor még egykor is itt ülünk, vagy szoktuk néhányan, aki nem sír. A többi műsorvezető az ugye beül ide a mikrofon mögé, és utána megy, tehát effektíven nekik úgy nem kell külön szoba vagy külön asztal, illetve van egy hírszerkesztői rész, ahol a gyártás, a hírszerkesztés. Ott meg most egy ember két íróasztal jut. És ott van a másik, az a szerkesztői szoba, tulajdonképpen ott van mindenki, aki dolgozik, és akkor még itt a hátunk mögött a szélsznek, a vezérigazgatónak, meg mindenkinek külön szobák. Így áll föl a műkis rádió. Meg mi alá raknám egyébként a szelektívet, hogyha nem lenne íróasztalok, ugye? Felé mire rakná ugye az üres borosdobozokat, Balázs, meg minden mást. Igen. Úgyhogy így állunk. Van már hallgatónk? Halló, jó reggelt! Szia! Halló, sziasztok! Hello, Gábor! Honnan hívtál minket, Gábor? Éppen most konkrétan az M0-áson vagyok, de gyöngyös. Gyöngyösön néz. Milyen az M0-ás? Lehet haladni? Minden oké? Teljesen jó, nyugodt és teljesen közlekedhető. Na, jó, van, merre mész? Most éppen Pest felé tartok, Pestel Zsébetlen. Szállítasz valamit? Nem, megyek dolgozni. Mész dolgozni, mit csinálsz? Csomagolás technikai cégnél vagyok, szervizes. Csomagolás technikai cégnél szervizes. Uh-huh. Ez jól hangzik. Szereted csinálni? Hát tetszik, igen. Abszolút jól. Nekem most volt egy munkahelyváltásom, és nekem ez jobban fekszik, mint az előző. Picit lehalkítod a rádiódat, hogy jobban halljunk, mert nagyon víz hangzik nekünk. Jó? Így jó? Sokkal jobb, persze. Mi lesz veletek csomagolás technikusokkal most a puki fólia nélkül? Tudom, azt mondják, hogy nem lehet többet ezt a, hogy hívják, az milyen fólia? De. Én csak úgy hívom, hogy puki fólia. Buborék fólia. Mindenki azt nyomogatja, ha valamiben van csomagolva vele, és nem lehet ilyet csinálni ezután. Aha, én erről nem hallottam. EU-s tiltás lesz, úgyhogy vigyázz. Azt a mindenit. Mit fognak helyet használni a pszichiátriákon? Nyugtatóan. Mehetünk? Mehetünk, próbáljuk meg. Jó. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulyani, figyelj! Bikini vonalat Berulyani. Óven bácsi. Óven bácsi. Óven bácsinak. Óven bácsi Berulyani. Óven bácsi bikini vonalat epilál. Óven bácsinak motoros fűkasza kellene. Benzines mi? Na, várj egy kicsit, lejjebb húzzuk, mert elég szörnyű hangja van hosszú távon. Ott beakadt egy nagyobb szőrcs. Igen, ott elakadt egy bathúsban. Nem, most ért az orszörhöz. Már a nyúlt agyát is húzza, mert nem jön ki a szőr az órából. Na, hát mit mondja kerül a sor... Ez a sorozat. Ezt mertette idehozni. Ezt a sorozatot. De ez nem lehet feladvány. Hát ezt nem engedem. Miért olyan rossz? Hát most már ne cseréljünk, mindegy, de hát nem, hát ez egy neuralgikus pont az életemben, úgyhogy na mindegy. Mutatjuk, jó? Ez egy sorozat. Egy családi televíziós sorozat. Te kivel vagy, hogy ezt adod ezeket? Mutatjuk még egyszer, figyelj! Már meghalom a zenét, és rosszul vagyok. A német sorozat, és Magyarországon is vetítették. És ez okozta a vesztemet. Úgy sajnos még ennyiből nem. Na figyelj, mutatjuk még egyszer. Jöjjön egy hosszabb részlet? Igen, légy szíves. Hosszabb részlet, figyelj. Már Sápad Balázs. Nem hiszem el, hogy ezt nézte valaha valaki. Micsoda? Te tudod, hogy mi ez? Tudom. Tudod, mennyien nézték? Tudom.
Ezért lett vége a műsorom. De, de akkor sem értem, hogy senki, mit néztek benne. Senki nem tudott lenyomni. Jakubcs, Liptaj, Konta Barbara. Csak ez a rohadt élőlény. Ott van a neve. Én egyszer belenéztem, egy fél órát néztem belőle, és utána pedig soha többet. Szörnyű. Borzalmas volt. Persze. Hát még szörnyűbb így kikapni. Jó. Mondanád azt, hogy jó volt, akkor megértem, miért nézte a fél ország. Jó, mondjuk a Balázsról 10 perc után kapcsoltam. Az maga volt a történelem, apám. Az egy szabadabb televíziózás volt. Semmi? Semmi, semmi, sosem nem ugrik be. Na, megmutatjuk, jó? Vagy lejátszom még részletet? Ilyen hangokat adott. Ez Charlie a majom. Majom a családban című családi televíziós sorozat. Hát senki szerintem, csak mi is abból tudtuk, amit ugye Balázs elmondott, hogy ez volt az az állat, aki megverte a Balázs. Így van. TV2 hosszú ideig kereste a fegyvert a Balázsról ellen. Hosszú ideig. Kutattak, különböző nagy neveket állítottak csatasorba. Senki. Senkinek a délutáni sója nem nyomta le a Balázsot, és aztán valaki azt mondta az akkori programizgató, hozzatok egy majmot! Igen. Tudom, hogy lehet ezt a fiút megverni. Hozzatok egy majmot! Ennek a srácnak csak egy majom lehet az ellenfele, és a TV2 műsora tűzte Charlie a majom! Ha egyszer a Róna utca környékén jársz, és be tudsz menni oda a televíziónak az épületébe, nézd meg az, akikre büszkék vagyunk. Dicsőségfalat, ott van még az ő képe. Liptai, Tilla, Majka, Charlie, Mújtritko, így vannak fönt aztán. Hazurák, Konta. Igen, Charlie a majom. Ez a rohadt gennyes majom ez. Ez vetett véget a Balázs úrnak. Emiatt kellett abba hagyni. Nézettségünk rohamosan csökkent. Charlie a majom a családban pedig rohamosan nőtt. Mindent bevetettünk, de a csatát elvesztettük. De talán jobb is ez így. Hát sajnos nincs ajándékcsomag. Hát sajnálom. Nagyon... Nem baj, nem is kell ismerni, nem is kell ismerni egy ilyen szörnyű, ostoba, infantilis, bugyuta. Ja, most én is egy picit untam. Ez a szintű fröccsögés, amit most jó, itt előadsz, tényleg mégiscsak egy állatról van szó. Fájó pont. Tudod, mi elég mélyen bekarcolt. Igen. A TV2 bántani akarna, mindig csak ezt nyilatkozná. Há, mit kezdjünk egy olyan műsorvezetővel? Lenyomott egy majom. Miért kellene nekünk egy olyan műsorvezető? Hiszen már egy majom is lenyomta. Hány évig ment ez? Történet Berlinben játszódik. Főszereplők a történet... Csak hogy tényleg milyen bugyuta? Berlinben. Próbálom megmagyarázni. Miért néztétek? Hogy sikerült neki? A főszereplők a történet kezdetekor dr. Philip Martin állatorvos felesége Mihályla, gyermekeik Oliver és Sandra, és természetesen a sorozat névadójának csimpánzuk Charlie dr. Philip Martin korai halála után az orvos állatorvos praxis nő megismerkedik ügyvédnővel, és az események folyamatában végig szerepet kap Charlie a csimpánz. Ez erről szól. Meghal valami két ember megismerkedik, és ott van egy majom. Igen. Néha feltűnik a színen Rüdiger nagybácsi, aki annak idején a 9. Hohenstaufen páncélos hadosztályban szolgált a Waffen-SS soraiban. És ezt néztétek? Hát ezt. Ezt. És ezt most kell megtudnom, hogy ez ennyire bugyuta volt? Én mindig átkapcsoltam, otthon voltam, amikor már láttam, hogy baj van a nézivel, átkapcsoltam, és azt hiszem, hogy egy pelenkás majom rohan. És sose nézted végig? Beszélt a majom? Nem. Persze, még egy beszélő majom nyomja le, mi? Visítozott meg. Jobb. Egy kartyogó majom nyomott le. Halálosan kellemetlen. De ne tetézz. Hát persze, hogy kellemetlen volt, és ennek ellenére. Legalább mondd azt, hogy jó volt. Na, minden gyerekek. Ez a fájó múlt. Vendégünk érkezik. 8 óra után jön az a fiatal ember, aki többször volt már nálunk, és nagyon kedveljük, dr. Meskó Bertalan, jövőkutató, ugye így is apostrofálja többek között magát, és hát Buenos Airesben a napokban lezajlott mesterséges intelligencia konferencián hozták nyilvánosságra azt a levelet, amit aláír több világcég alapítója is, vezető tudósok, és hát a mesterséges intelligencia ellen szólaltak föl a Google ügyvezető igazgatója, az Apple társalapítója, és mind-mind arról beszéltek, hogy a mesterséges intelligencia veszélyes, mert ha egyszer öntudatára ébred, akár az ember ellen is fordulhat.
És Meskó Bertala már többször a vendégünk volt, ő mindig hoz kütyüket, amiket majd az orvostudomány néhány év múlva már használ, és elképzelhetetlen dolgokat mond, hogy gyógyítanak bennünket 5-10 vagy 15 év múlva. Hát ismerve a magyar egészségügy lemaradását, ettől azért még azért nem kell nagyon félnünk, nem? De legalább nem, előre nem, van. Nem. De ő már tudja, hogy gyógyítják majd a jövő emberét, milyen kütyüket. Másút. Másút. Megint hozott egy-két érdekes dolgot, hogy erről meséljen nekünk. Intelligens villa. Intelligens villa. Volt, azt mondom. Nem szeretem, behozzam. Olyan szemét vagy. Nagyon-nagyon kedvejük, hogy jó lesz a vendég. Jövünk Ákos hírei után, 4 perc van pontosan 8 óra. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 9 perccel szép reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk, folytatjuk. Azt mondja, hogy... Nézzük a közlekedési híreket, mert hogy vannak. Az M3-ason Debrecen felé a 27-es kilométertől teljesen áll. A szalagkorlát cseréje miatt minimum 6 kilométeres a sor. Dóri küldte nekünk, te jó Isten! 6 kilométeres sor azért, mert hogy szalagkorlátot cserélnek? Gondolom egy sávot lezártak, vagy kettőt uh-huh. az én cserénél a középső sávot, uh-huh. tehát a két elválasztott tud kell cserélni, akkor ott sem. Nem. Félreértették az előző megszólást hallgatók, és azt hiszik, hogy újraindítják a Charlie a majmot, és most mindenki lát az autókkal, és kint gyakorlatilag egy nép ünnepé van. Igen, csak mondom, hogy új részek vannak állítólag belőle. Nem áll. De kivercsít a négyel. Gyerekek, az a majom már nem élt. Bárkivel van a dúj, de ez nem érdekes. Mi azt a majmot, azt likviláltuk, eltettük lábbal. Legalábbis neked azok a szerb srácok azt mondták, hogy a 20 000 euróért ezt is érték. Igen. A TV2 csak ugyanazzal próbálkozott, mint az RTL. A csimpánzzal válaszol. Igen, valaki. Az M3-as Nyíregyháza felé Gödöllőnél be van állva az előbb említett okok miatt. Köszönjük szépen, próbáljátok kerülni, ezt többen elküldtétek nekünk, hogy hatalmas dugó van. Igen, hát ahogy halljuk, akkor a szalagkorlátot cserélik, újítják, emiatt van dugó. Rendőrök mérnek Tiszalökön a malom előtt. Adrián voltam, valamint van egy trafink Mosó-Magyaróváron, Rajka felé a Duna-Kiliti leágazásnál, 30-as tábla van, 8. utas küldte nekünk. Köszönjük szépen! Na, vendégünk pedig megérkezett, rengeteg kütyüvel felszerelkezve, Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató. Hello, jó reggel, ciao. Sziasztok! Hát lassan te hazajársz ide hozzánk. Örülök. Nem? Mindig örömmel jövök. Mindig örömmel jövök. Azt látom. Ha nem is látszik. Elmondtam, hogy többször voltál már vendégünk, ugye talán vannak olyanok, akik nem hallották, és mindig elképesztő dolgokat hozol nekünk. Leginkább az orvostudomány világából, mert ugye, hogy te ezeket kutatod, nézed, olvasod, fordítod az erről szóló cikkeket, írod is természetesen, és hát most is hoztál jó néhány dolgot. Amivel én felvezettem a te érkezésedet, arról beszélünk néhány mondatot, mielőtt belevágnánk abba, hogy mit hoztál, mert hogy mostanában tényleg mindenki sokat beszél erről a mesterséges intelligenciáról. És ugye Buenos Airesben volt a napokban egy mesterséges intelligencia konferencia, ahol ugye hát a világ legnagyobb koponyái felszólaltak a mesterséges intelligencia ellen, a Google-től, a Tesla-tól, az Apple-től, vagy éppen Stephen Hawking, aki ugye mondja, hogy az emberiségre a legnagyobb veszély most már nem biztos, hogy a földön kívüliek jelentik, hanem például a mesterséges intelligencia. Ezeket nyilván te is olvasod, vagy követed az ilyen erről szóló publicisztikákat, cikkeket. Jól gondolom? Nagyon, mert rengeteg felhasználás lehetősége van az egészségügyben. Kórházak irányításánál nem lesz több váró, itt a várakozási idő. Tehát a kórháznak a mozgását, a mozdulatait jobban tudja megelemezni és megtervezni egy mesterséges intelligencia, mint hogy bármilyen kórházi menedzsernek kiállna ezt kézzel kitalálni. Láttatok a Nő című filmet, 13-ban Spy Johnston? Nagyon szeretem azt a filmet. Annál jobban leírni azt, hogy az Emmy az mire lesz képes, talán még nem is írta le a film. Az Ex Machina írta le most idén. Na, azt nagyjából nem szerettem, látod. De ez azért az Ex Machina azért nagyon jó példa, mert hogy az Emmy-t elkezdik fejleszteni, mindig az a kérdés, hogy ebből egy barátságos vagy nem barátságos Emmy lesz a végén. A barátságos az Emmy a mesterséges intelligencia, csak látom, Jani, hogy már picit kezdett összekavarodni a szemed. Mi ketten a Jani van? Emmy, hol vagyok?
Kik ezek az emberek? Ugye ez az Ex Machina, ez arról szól, hogy tulajdonképpen nem, semmi más nem történik a filmben, mint hogy egy minimalista házban van egy pali, aki fejleszti a mesterséges intelligenciát, és meghív egy másik tudóst, hogy ők ketten tanulmányozzanak egy robotot, ami már emberi érzelmekkel lett felruházva, és a robot ugye a film végén, hát most ellövöm, aki nem akar, aki meg akarja nézni, az most egy pillanatra halkítsa le a rádiót. Egyébként ne nézd meg, mert nem egy túlságosan mozgalmas és jó film. Zseniális film. Zseniális film, ki ne hagyj. De tényleg? Az Emmy-ről az egyik legjobb film, hogy valaha csináltak. Fú, de untam. Na mindegy. A végén önálló életre kell, a legnagyobb közhely önálló életre kell, és a gazdája ellen fordul. Tehát ezt már James Cameron is megcsinálta. Meg rengetegen megcsinálták, hogy a végén a saját fejlesztője ellen fordul a nő, akinek személyisége van, és az egyik tudós kicsit belezúg a robotnőbe. Erről szól, ugye? Hát akkor ezért nem szeretted, nem igazán erről szól. Én végig szenvedtem. Hogy van-e lehetőség az Emmynek arra, hogyha egy emberrel kapcsolatba kerül, hogy kiusson a saját zárkájából. Így van. Hát ugye a robot ki akar jutni, és a pali mint egyfajta ilyen kis csali van bedobva, hogy a tervező megnézze, hogy a robot valójában ki akar-e jutni. És hogy barátságos lesz, de hát megvan az esély annak, hogy ha már emberi kontakt van, akkor meg fogja oldani, hogy kiusson onnan, hiszen Emmy. Nálunk valószínűleg fejlettebb intelligencia lesz egy ponton túl. Na, de miért ekkora ez? Tehát itt mindenki a fegyverekről beszél, ugye, hogy a mesterséges intelligenciát elkezdik fejleszteni, és mondjuk fegyvereket gyártanak, és ezek önálló életre kellenek, akkor elindul egy ilyen mesterséges intelligenciával ellátott fegyverkezési rivalizálás. Erről szól ez a konferencia, hogy hogy lehetne ezt megállítani, hogy katonai nagyhatalmak ne tudjanak ilyet fejleszteni. Az Emmy az nem egy ilyen igen-nem fekete-fehér kategória. Tehát nem lesz egy pont, ahol bejelentik, hogy ma reggeltől van Emmy, hanem már most is vannak Emmyhez hasonló rendszerek, például az autóinkban, meg számtalan más, a Google keresőmotorjában, az Amazon, ahogy ajánlgatja a terméket, abban Emmy-szerű algoritmus van mögötte. És lesz egy pont, ahol olyan Emmyt fejlesztünk ki, ami elkezdi magát fejleszgetni úgy, ahogy nem is értjük már, hogy mit csinál, vagy hogy mit alkot saját magából. És ez a pont, ez úgy hívják, szingularitás, mert hogy mint a fekete lyuknál nem látunk bele, nem jön ki onnan fény, ebben nem fogjuk átlátni a folyamatokat, a fejlesztési irányokat, és honnan tudhatjuk azt, hogy az Emmy egy ponton túl nem fordul ellenünk azzal abból az indokból, hogy nyersanyag felhasználó források vagyunk emberekként, és feleslegesen az ő céljait befolyásoljuk. De nem tudsz beleépíteni egy olyan gátat fejlesztőként, ami azt mondja, hogy van-e egy pont, amin te nem léphetsz túl, akármilyen okos mesterséges hát intelligencia. Csak majd felülírja azt is. Pontosan erre szólnak a viták, hogy lehetne barátságos Emmyt algoritmus fejleszteni, ami az embert, az emberiséget soha nem bánthatja. De hát ahogy mi emberekként is felül tudunk írni olyan dolgokat, megtanultunk régebben, aha, ha egy mesterséges intelligencia nálunk sokkal fejlettebb, az esély megvan rá, hogy ő is felül írja magát. Oké, de akkor itt arról van szó, hogy az emberi hiba fogja okozni ezt a katasztrófát, ha ez bejön. Akkor, érted? Ha... Mert azt mondod, hogy lehetne olyat fejleszteni, ami a jó célokat szolgálja, mint ahogy tényleg van, hogy Jani tudjuk a pornó oldalakat nézi, tehát igen, neki, ha belép a Google-ra, mindig földob egy ilyet, ugye? Így van. Na, ez szépen. Már mesterséges intelligencia. Köszönöm szépen a Google-nak. Nagyon szívesen mondaná a Google, hogy azt nem tudod beleépíteni? Ezt, tehát, ha nem tudod beleépíteni, akkor az emberi hiba lesz. Az Emmy szakértői szerint ez csak elvileg nem lehet beleépíteni, mert hogy ezzel azt mondod, hogy ez csak egy ilyen kulcs, vagy algoritmus sor lesz a végén. Viszont ha beszélgetsz majd vele, és mondjuk egy szobában van, amit te nem látsz, hogy ő ki, vagy mi, hogy algoritmus, vagy ember, nem fog tudni megmondani, hogy ő ember, vagy robot, vagy hogy empátiát közvetít felét, vagy érzelmei vannak, hogy etikája van, vagy elvei vannak. De kell ez neki? Nem fog tudni. Ugye erről szólt ez az Ex Machina is, bocsánat, hogy pillanatra még visszautolok a filmre, akit érdekel, tényleg nézze meg. Ugye, hogy emberi érzelmeket kezd el táplálni a kutató iránt a robot, és a srácot ez megtéveszti, és kicsit viszonozza, és beleszeret a robotba, és ugye ezt boncolgatja tényleg, hogy mi van akkor, ha már egy robotnak, egy programnak elkezdenek érzelmei lenni. Ebből a szempontból érdekes, de hát tényleg valódi félelem ez, hogy kellettől valójában tartanunk, hogy ez 40-50 év múlva megtörténik, ami ugye nagy klasszikus, de tényleg a Terminátorban, hogy a Skynet öntudatára ébred, és az emberek ellen fordulnak a gépek. Most mindenki erről beszél, tényleg is legnagyobb koponyák mondják, hogy jaj, csak ezt ne óvjuk meg ettől a világot. Kérdés, hogy meg lehet-e? Minél hamarabb foglalkozni kell ezzel. Tehát, ha elolvassuk a legjobb könyveket a témában, Nick Bostrom, bostoni kutatónak van egy Szuperintelligencia című könyve, az zseniális. Minden forgatókönyvet végigvesz, hogy mi történhet, hogyha teljesen barátságos lesz, ha teljesen barátságtalan, és az a vége, hogy nem lövöm le a poént, de az a elemzésének a vége, hogy szinte lehetetlen barátságos semmit készíteni. Azaz lehet, hogy barátságos lesz azzal, ahogyan ő kialakul, de nem lehetünk biztosak benne, hogy majd nem akar minket nyersanyag forrásként a parkoló pályára tenni, és a saját fejlesztését, fejlődését minden áron fenntartani. És akkor vagy ezt csináljuk mi is? Mitől lenne egy nálunk intelligensebb lény, vagy eszköz, vagy algoritmus? Mitől gondolkodna másképp, mint hogy az emberi civilizáció gondolkodik? Hogy a mi fejlődésünk mindenek felett áll?
Tehát egy hangyát simán eltaposol, mert nem izgat téged, hogy most mi lesz az ő civilizációjában. Mi van, hogyha kapunk egy olyan algoritmust, amihez képest a hangyák mi vagyunk? Miért foglalkozna azzal, hogy mi jó vagyunk-e, hogy boldogak vagyunk-e, vagy élni akarunk-e, vagy sem? Na ez a veszély, amit látunk. Igen, csak azért az embernek vannak, úgymond, tehát mindig van egyfajta haszonélvezője annak, hogy valakit eltaposunk, nem? Persze nyilván ez a gépeknél sem elképzelhetetlen, de van haszonélvezője. A nyersanyag, a profit, a forrás, tehát hogy valamiért valakit eltaposunk, céljaink vannak azzal. Na most kérdés, hogy ezt a gép ugye megtalálja, mert az ember az valóban olyan, mint egy vírus, megyünk, szaporodunk, fölégjük, tönkretesszük, megyünk tovább, semmi más nem csináljunk, mint gyarmatosítjuk az egész világot, elhasználjuk, megyünk tovább. Egy gyorsan, rosszul szaporodó vírus az emberiség szerintem. Sajnos. Tisztelete kivételnek. De hogy azért mégis cél és értelem és önző szándék van mögötte. Kérdés, hogy a gép az mit akar tesz-e mögé, mondjuk önző szándékot, önös érdeket, reményt a profitra, amit az ember mögé tesz, és ezért hódít, nem? Az EMI szakértői szerint lesz egy pont, ahol nem tudod, meg azt, nem tudod azt mondani, hogy az embernek a céljai azok eredendőbbek, mint az EMI-nek a saját céljai, mert hogy annyira intelligens lesz, hogy szinte lényként kezelendő. Akkor érti meg valaki ezt, hogyha beszél egy chat robottal. Ezek beszélgető robotok, arra vannak kiképezve, hogy majdnem EMI-vel a háttérben tud velük beszélgetni, és az a feladat, hogy pár perc alatt el kell dönteni, hogy ember vagy robot. Volt egy ilyen kísérlet, ugye, valamikor, júniusban talán most, hogy összehívtak egy csomó újságírót, és leültettek 30 embert, és el kellett dönteni, hogy ki van a másik oldalon. Robot van a másik oldalon, és mesterséges intelligencia, vagy egy sima ember. És ugye a kísérlet lényeg annyi volt, hogy felruháztak személyiséggel egy robotot, és az újságírók nagy százaléka egyébként azt hitte, hogy egy másik emberrel beszélget, és kiderült, hogy nem, talán egy ukrán fiatal fiúnak a személyiségével felruházott robottal beszélgettek, és az újságírók már nem tudták eldönteni. Hogy robot, algoritmus, igen, tehát egy chat robot tulajdonképpen. Egy mesterséges intelligenciával rendelkező robottal beszélget, és azt hitték, hogy humán ember van a másik oldalon. Ez a túlzást, és a újságírók harmada elrontotta azt, hogy így azt mondta rá, hogy ő ember volt, és én sorba álltam online, fél évet vártam rá, hogy beszélgetessek vele, és beszéltem vele. Beszéltél vele? Kellett egy 4 perc, mire azt mondta. Tudtam, hogy csak hát meg. Ezért kellenek az igazi szakértők. Megkérdezett tőle, hogy te már gondolkodtál azon, hogy a legjobb barátomnak a feleségével kuficolját? Nem, hazudik. Hogy indul egy ilyen beszélgetés? Leültök egymással szembe, csak nézzük, mert tényleg azért sok ember számára elérhetetlen. Kapsz egy belépési kódot valahova, és elkezdesz csetelni a másik oldalon, ugye, mint utólag kiderült, egy mesterséges intelligencia. Miről kezdtek el ilyenkor? Nem vagyok EMI szakértő, de volt egy gondolat mellettem, hogy szerintem hogy kell eljutni addig, hogy bebizonyítsam magamnak, persze nem neki kell, magamnak kell bebizonyítani, hogy ő nem ember, nem robot. És hogy csináltad? Vagy chatrobot. Egyszerű emberi beszélgetést akartam, nem akartam azzal kezdeni, hogy egyből matematikával megyünk bele, mert azt megoldja, meg kiszámolja. Ha megkérdeztem, hogy a Titanic mikor süllyedt el, megmondta az évszámot. Tehát ami információhoz hozzáfér. Hát azt tudja, hát az neki nem kíváncsi. Próbáltam cifrázni, hogy hát ha bele tudom vinni egy ilyen csapdába, és megkérdeztem tőle, hogy na akkor, hogyha Amy-nek van mondjuk 5 almája, és Johnnak 4-szer annyi almája van, akkor összesen nekik hány almájuk van. És azt kérdeztem, hogy most komolyan almákkal akarsz beszélgetni? Uh-huh. Tehát, hogy azt mondanád, hogy kiszámolja is. Miért nem emberi érzelmekről? Én például én ezen indulni kell. Tehát én azt mondom, hogy kérje, írja le, hogy számára mit jelent az érzelem, mi a féltékenység, mi a szeretet, mit tenne abban a helyzetben, ha mondjuk az történne, hogy például a legjobb barátját, vagy a, nem tudom, a legjobb barátjának a barátnőjét látja valahol csókolózni, szól-e a barátjának. Tehát egy olyan emberi interakcióba hozod, amit csak ugye emberi gondolkodással lehet megoldani. Erre nem gondoltál, hogy ilyet kérdezzél tőle? A Google-nél volt most egy tanulmány, publikáltak erről, saját emit fejlesztenek természetesen. Igen. És beszélgettek a robottal, az algoritmussal az etikáról, hogy mi az etika, hogy mi az etikus, és annyira ki akarták hozni belőle, hogy emberi érzelmeket mondjon, hogy elkezdett káromkodni a robot, az algoritmus, hogy neki elege van ebből, és hagyják már békén ezzel a témával. Lehet ilyet, hogy én egy mesterséges intelligenciában egyébként érzelmeket táplálok, mert ugye a robotokat és az embereket azért leginkább azt különbözteti meg, hogy soha nem fog tudni egy robot úgy érezni szerintem, ahogy mi érzünk. Tehát, hogy megtaníts úgy egy robotot beszélni az érzelmekről, hogy én ne vegyem észre, hogy robot, mert azt gondolom, hogy olyan érzelmeket táplál felém, vagy irányít, vagy közvetít, amivel engem megtéveszt. Én ezen az úton indulnék. Empátiát közvetítsen. Egy például empátiát, akkor vagy érzelmet, vagy tisztában legyen szavak jelentőségével, fogalmak jelentőségével. Tehát minden ilyen tisztában lesz. A kérdés az, hogy mikor hiszed el azt, hogy ez igazi érzelem, pedig hát hogy csak meg van írva a kódjában, hogy ezt mondja. A Nő című filmben azt gondoltad, az hogy igazi szerelem van az Emmy és a főszereplő Joaquin Phoenix között? Mondjuk el, hogy miről szól, ugye a jövőben játszódik Spike Jonze-nak a filmje, ha valaki nem látta, tényleg nézze meg, a Nő. Ugye Joaquin, nem tudom, százféleképpen Joaquin Phoenix játssza a főszerepet. Arról szól, hogy bemész a boltba, és megveszel magadnak, segíts arra, rosszul mondom, ezt 2 évvel ezelőtt láttam, egy olyan mesterséges intelligenciát, aki a füledben van, és az egész életedet tulajdonképpen bonyolítja. Egy gyönyörű női hang, a Scarlett Johansson a Nőnek a hangja, soha nem jelenik meg a Nő, ő egy operációs rendszer tulajdonképpen.
intézi a leveleidet, válaszol, dátumokat közvetít, de közben elkezd belefolyni az életedbe, és elkezdesz, vagy elkezd a főszereplő érezni az operációs rendszer iránt. És a vége az a történetnek, hogy beleszeret az operációs rendszerébe. Mert hogy randizni mennek, és az operációs rendszer elhiteti vele, hogy ő is érez a tulajdonosa iránt. Ugye tulajdonképpen röviden erről szól, hát aztán, és egy a fülében van egy füles, milyen és kegyetlen, azok... Milyen kegyetlen vagy. Milyen? Én azt gondolom, az a célja a filmnek, hogy azt mutassa be nekünk, mint nézőnek, most hogy a történetet elhisszük-e, hogy az valós szerelem, pedig egy oprendszer meg egy ember között van, a hang alapján, ahogy beszélgetnek, amiről beszélgetnek, nem az, hogy megvan írva a kódjában, hogy hitesse vele, hogy ezt meg ezt érezze. Érdekes, ennyire máshogy állunk ugyanaz a... Máshogy, hát én most próbáljam mondani a történetet. Maga az ábrázolás az zseniális, ahogy a Pali aztán ezt önálló személyisége ruháza fel, elviszi az oprendszerét randizni, eltöltenek együtt már-már majdnem egy közös éjszakát, és belezúg a saját oprendszerébe, akinek csak egy hang, a hangját hallod, és zseniálisan szép a hangja. Hát nagyjából erről szól, aztán utána... Abba a hangban nem nehéz belezúgni, mert... Jó, hát igen, nem is szinkronizálták nagyon. Van egy pont, ahol most már elmondjuk akkor a lényegét a filmnek, hogy ne hallgassa, aki meg akarja nézni, hogy megmondja neki az oprendszer, hogy most amúgy 5000 másik emberrel is ugyanígy beszélget. Tehát nem csak te vagy neki, hanem vannak még a főszereplő. Nem, hanem a szingularitás történik meg, tehát tényleg az Emmy az annyira túlfejleszti magát az egekig, hogy nem is értjük már, mit csinál, és aztán eltűnik. Nagyon érdekes. A digitális világban eltűnik a De ez a sztori, ez nap, mint a megtörténik. Itt van például a mi Lacink, a szerkesztőnk, és az ő iPhone-ja. Ugyanez a szerelem. És még hány embernek ugyanez a szerelem. Na most az, hogy mi valamilyenek vagyunk, ahhoz kell a mi múltunk, ugye? Tehát, hogy milyen érzelmi reakciókat adunk bizonyos dolgokra, ahhoz kell ennek a tanult dolgok, a tapasztalatok, az az érzelmi muníció. Azt egy robot hogy fogja tudni, vagy azt egy robotba hogy táplálják bele azokat az összefüggéseket, amiket mi az érzelemről, a társas interakcióról, magunkról, a lelkünkről mondjuk megtanultunk a hozott évek alapján. Most azt gondoljuk, hogy azt lehet csinálni legfeljebb, hogy ezt mímeljük, hogy megpróbáljuk majdnem ugyanazt visszaadni, hogy az ember azt érezze a tükörben, amikor ezzel beszélget, mint hogyha valós emberre beszélgetne. Az IBM-nek van egy szuper számítógépe, amit használnak amerikai klinikákon. Azt csinálja, bejön a beteg is, ő a beteg leleteit ismerve, az összes 23 millió tanulmányt átnézve, amire orvos nem képes a világon egyértelműen tankönyveket átolvasva, ez egy pár másodperc. Megmondja, hogy szerinte ennek a betegnek az esetében emiatt és emiatt a tanulmány miatt ezt kellene csinálni, és javasol. Az orvos döntő csak javasol, de ennek a fejlesztése, az IBM Watsonnak a fejlesztése úgy zajlik, hogy beszélgetni kell vele, mert hogy nyelvet ért, angol nyelvet ért. És ahogy beszélgettek vele, volt egy sztori, hogy kutatók adtak neki feladatokat, hogy ezt meg kell oldani, hogy tanuljon, fejlődjön. És megoldotta, megkérdezték, hogy mi a megoldás, ő megmondta, azt mondták, hogy ez nem jó megoldás, elküldték a fenébe a Watson, mondván, hogy ne vicceljetek már, ez így volt, ahogy én mondtam. Nem mondott komolyan. És sikerült venni belőle memória részeket, hogy ezt ne káromkodjon már, meg adják egy cégnek, hogy ne káromkodjon előtte. Elképte. Azért van ez. Legokosabb számítógépet. Igen, menjetek már fenébe, hát csak jobban tudom, azért, amikor hogy odaszól neked a mesterséges intelligencia. Azért volt ez, mert hogy a szlenget úgy vette fel, úgy értette meg, mint ez fontos rész az emberi kommunikáció. Tehát hogyan a szlengel mondja, hogy jobban megérték, hogy ez így nem jó és nem úgy van, mint azt mondja, hogy ez így nem így van. És amúgy igaza volt, mert jobban megértették. Csak hát a szlenget ne használjál már fel egy ilyen üzleti kommunikációban. És ezt önmagától tanulta már meg a szlenget? Nem, estény takarító, egy hárlemi takarító. Fazer, tesson, béva, mély a pályát, csücsa. De a világ fejlődésének lényege nem pont az, hogy nem tudjuk megóvni saját magunkat, ahogy az elmúlt 1000 évben soha nem tudtuk megóvni saját magunkat önmagunktól. Tehát, hogy tudnánk megóvni most, ha nem tudtuk megóvni a második világháború végén, ha nem tudtuk megoldani, hogy ne dobjunk két atombombát. Tulajdonképpen a saját fejünkre, mert hogy a saját fejünkre dobtuk, annak ellenére, hogy az ellenségre dobtuk. Az elmúlt 50 évet nézed, most már tulajdonképpen a kettő ugye nem nagyon különbözik. Pont ez a lényeg, hogy nincs visszaút, ez a fejlődés, ez effektíve megállíthatatlan. Lassítani lehet, befolyásolni lehet, de megállítani vagy visszafordítani szerintem reménytelen, nem? Ez egy szélmalomharc, amit vívnak, pedig nagy koponyák nyilván. Te hogy látod ezt? Én azt látom, hogy igazad van, tehát hogy nem, ennyit lehet visszafogni, így van. Pont így, csak nincs értelme. Ha sokkal jobban megszervezi a gazdaságunkat, az egészségügyünket, az életünket, az szerintem szuper előny, de hogyha elveszítjük ezzel azt, amik vagyunk, az emberségünket, az emberi kapcsolatokat, empátiát, akkor az egészen semmi értelme nincsen. Tehát én azt evangelizálom, hogy a technológiai fejlődés megállítani úgysem lehet, hanem nekünk kell ehhez valahogy adjusztálódnunk hozzá, kötődünk ehhez fajta, ez a fejlődés irányhoz, azzal, hogy felveszük a kesztyűt.
Hát ha ragaszkodunk ehhez, hogy ez az igazi fejlődés, tehát hogy a tudományos fejlődésben van az emberiség jövője, és nem pedig valami egészen másban. Balázs szokta mondani egyébként pont a spirituális fejlődést. És hogyha mondjuk az emberi történelmet nézzük, akkor, és azt nézzük, hogy mikor volt utoljára élhető ez a bolygó, akkor az a tudományos kutatásokat kapcsolódik meg a technikai forradalomhoz, hanem a sokkal korábbi évszázadokhoz, amikor még sehol nem voltak ezek a kütyük. Mert akkor még fenntartható volt a bolygó. Az emberek. Tehát, hogy én értem ezt a modern tudomány elleni... Talán nem véletlenül haltak meg azok az emberek. Talán nem véletlenül haltak meg azok az emberek. Aki nekem azt mondta valahogy is, hogy a modern orvoslás az nem tudott semmit felnyújtani, annak azt mondom, hogy éltünk 30 évig, 100 év vagy 200 éve, most élünk 70-80 évig átlagosan. És most nézd meg, hogy hol tart ez a bolygó, meg hogy hány ember lakik rajta. Ez nem a modern tudománynak a hibája vagy feladata, hanem annak, hogy nem tudtunk ez alkalmazkodni. Tehát van egy fejlődés irány, ami a világot meg tudná reformálni alapjaiban, hogy jobb életet élhessünk, és nem vagyunk erre készen. És nem úgy élünk, ahogy lehetne élni. Nem is értjük ezt a fejlődési irányt, és egyszerűen nem tudunk a mi fejlődésünket, nem tudjuk ehhez igazítani. Tehát szerintem egy feladatunk van, ha nem tudjuk magunkat, nem tudjuk a kesztyűt felvenni egy egyéni emberként a saját világunkban, munkánkban, életünkben, akkor az algoritmus, a robot egy csetintése fog leváltani minket. És le tud váltani minket egy algoritmus, mert jobb és egyszerűbb vagy gyorsabb munkát végez, mint mi, akkor váltson is le. Én ezt a terret adom az emberiségre, hogy tessék felvenni a kesztyűt, fejleszteni magunkat szellemileg, spirituálisan, fizikailag, egészségileg, ahogyan csak lehet, hogy mire arra kerül a sor, hogy az algoritmus vagy robot jobb-e, mint én, na azért döntsük el, lássuk meg. Én felveszem a kesztyűt. Hát, hogyha jobb nálam, akkor hajrá. Hát igen. De azért ez nehéz úgy lesz. Jó, én primitív gondolkodás mondom, ember vagyok. Én azt mondom, hogy Isten mentse meg ezt a bolygót 7 milliárd egészséges embertől. Hát, ezt nem értem ezt a... Mert hogy az a baj, hogy onnantól kezdve ez a 7 milliárd egészséges ember majd gyakorlatilag majd további egészséges gyerekeket fog szülni, miközben túlnépesedik olyan szinten a bolygó, hogy már gyakorlatilag nem fogja tudni eltartani ezeket az embereket. A technikai civilizáció meg jó ideig még nem lesz képes arra, hogy mondjuk milliónyi fényévi távolságokat hidaljon át és keresen egy új bolygót. Ez a bolygó ez képtelen lesz arra, hogy ezt az mennyiségű embert eltartsa. Ezért mondja Elon Musk azt, hogy a Mars a következő célpont. Tehát az, amit ha megnézitek, hogy ők a Tesla-nál milyen rakétát csinálnak, hogyha valaki érdekel az űrkutatás, az valami álom, amit ők majdnem már megvalósítottak, hogy egy rakéta visszaszáll egy leszálló egységhez, tehát mint egy science fiction filmben is újra lehet használni, nem költeni rá újra a millió és milliárd dollárokat. Tehát lesz egy pont, ahol tényleg a Marsra tudunk elvinni legalább kolóniákat, és felfedezni azt, mert hogy ez az alap sajátság az emberiségnek, hogy mi nem megmaradunk egy helyben, és akkor ott nem túlnépesedünk, hanem csak tartjuk a kis falunkat, hanem megyünk tovább, felfedezünk, fejlesztünk, és a technológia, most pont ott járunk, abban a ilyen átváltási pont előtt járunk, hogy a technológia most átverti a kormányt a kezünkből, de hát ne hagyjuk. De ez nem az a megoldás, hogy a technológiát lezárjuk, hogy akkor ne vegye át, hanem hagyj fejlődjön, csak megtartjuk a kormány magunknál. És ez nekünk is fejlődni kell hozzá. Evolúciósan nem tudunk olyan gyorsan fejlődni ennyi dolgot, mint ahogy ők tudnak, mert ugye teljesen más a biológia meg a technológia, de tudunk igazodni úgy hozzá, hogy azért, ha mondom, le akar minket cserélni egy algoritmus, azért küzdjön meg velünk. Hogy ez dologban biztos lehet, Jani, ott lesz annál a konnektornál, ami a mesterséges intelligenciát. Hogy mindig legyen egy hálózati csatlakozó. Jó, rögtön folytatjuk a beszélgetést Meskó Bertalannal, mert hogy hoztál nekünk orvosi eszközöket, mindig hozol egy-két kütyűt, úgyhogy beszélünk erről, és én ezt a részt nagyon szeretem, amikor elmondod, hogy a következő 10-20 évben például, ha az ember beteg lesz és orvoshoz megy, akkor milyen kütyükkel találkozhat. Hát először külföldön, aztán egy 100-200 év múlva majd itthon is. Úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt. Ákos, hírei után. Fél kilenc múlt, pontosan 8 perc, egy jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy kicsit komolyabb dolgokról beszélgettünk a hírek előtt, de szerintem egyáltalán nem baj, kell ilyenekről is beszélni. Meskó Bertalan továbbra is a vendégünk, orvosi jövő kutató. Nézzük a kütyüket, amiket hoztál, mert ugye amikor te jössz, mindig hozol valamit, és tudom, hogy most is készültél néhány kütyűvel. Ezek már vannak, használhatóak, nálunk kicsit szerencsésebb történelmi fejlődési országokban, vagy a következő 5-10 évben találkozhatunk majd velük. Nevezzük eszköznek, és nem kütyűnek őket. Eszköz. Van, amelyik konkrétan klinikai eszköz. Konkrétan klinikai eszköz, és nem csak egy ilyen eszköz, amit megrendelhetsz online. Ezeket bárki hozzáfér, amiket hoztam ma, tehát hogy Amazonon, weboldalakon megrendelés, ilyen 10-20 ezer forintos összegért elhozzák hozzá, akár Hongkongból is. Emlékeztek a Star Trek sorozatra, abban volt egy eszköz, az orvosi tricorder, szörnyű magyarul kimondani, de így hívták. Az orvos leszkennelte a beteget egy ilyen eszközzel, így lepásztázta a beteget, és kiírta, hogy milyen paraméterei vannak, vérnyomás, pulzus, nagyjából mi a diagnózis, és akkor megmondta, hogy mi a vége. Na, ilyeneket fejlesztenek most főleg két helyen, a USA-ban, hát a Silicon Valley-ben és Kínában is,
És van egy kezem egy eszköz, egy kínai eszköz, ami elég ilyen, nem tudom, tenyérnyi méretű, vagy talán kisebb annál. És ez tud mérni EKG-t, pulzust, légzésszámot, a vérnek az oxigén tartalmát. Úgyhogy ráirányítod az mindjárt kipróbáljuk. Hát rám ne irányít. Tessőt, alvás, napi aktivitás. Akkor próbáljuk ki, Mr. Spock. És ez azonnal megmondja, tehát leszkennel téged tulajdonképpen. Két fémrész van rajta, amit látod. Egy pici olyan, egy kis GPS az egész. Ide a tenyérhez a másikat. És ide kell berakni az ujjadat, hogy méri az oxigén tartalmát a vérnek. Uh-huh. Jó, próbáld ki. Lesz, tehát akkor körülbelül egy picit, egy nagyon picit GPS, majd én megmérem. És nyitott tenyérrel kell hozzátartanunk. Félek, hogy a tenyérhez ujjam. Arra a fémre. Uh-huh. Ezt ide. Így van. Ide mutat ujjadat. Feri rátette a kezére. És most mindjárt. És kiírja az adatokat azonnal? Átprogramozunk. Így van, most kezdik írni. Megy körbe egy kis karika, hogy egy... dolgozik a műszer. Azt hittem, hogy megy pálinka, már kiírta. Azt nem, sajnos, azt nem. Elkezdett pirosan villogni. Szerintem nem vagyok jól, ahogy vér van látom. Az alkoholban, vér van az alkoholban. Az EKG-t méri, a pulzusodat méri, az oxigén tartalmát a vérnek, a légzésszámot. És a legérdekesebb benne, ami szerintem egy nagyon szörnyű tulajdonság az eszköznek, hogy ad egy elemzést, egy smiley-t, ami vagy szomorú, vagy, vagy boldog. Analizáció. Tehát ez egy klinikai elemzés, teljesen nonsens, hogy ezt így találták ki. Mit kaptál, szomorú? Smiley vagyok, szuper. De többször is smiley. Tehát nem ez a célja, tehát ez sok olyan példa van, amikor a technológia már tud elhozni hozzánk egészségügyi paramétereket, de hát egy smiley-val elemzik azt, hogy ez jó vagy nem jó. Ráadásul én használtam alváshoz, mert egyszer ki kell próbáljam, feleségem halára rögte magát. Aludni mentem, ez egy ilyen kis zsákban van a kezemen, tehát elég nagy eszköz ahhoz, hogy kényelmes legyen, zsákban van, hozzá van csatolva egy pulzoximéter az ujjam végére, tehát egy kiborg karom lett lényegében, és reggel felkeltem, és kiírta, hogy ez egy szörnyű alvás volt. Igen, miattal, az eszköz miatt, nem pedig azért, mert nekem hosszú, hogy jól működik az eszköz, akkor hát, kiírta, nagyon szörnyű alvás volt. Most már nagyon sok paramétert egyszerre mérni, csak miért kell ezt ilyen smiley-kkal elemezni, miért kell alvásnál az alvást el lehetetleníteni. Tehát azt, én azt várom, hogy olyan, olyan eszköztenger jön most ránk, amik ennél szebbek, vékonyabbak, pontosabban. Hát kínai, hát azért nagy csodát de ne várjunk. Már azért hozzáfér most egy pulzus, meg egy EKG-t meghatározni egy csatornását, az teljesen jó az eszköz, ezt klinikailag validálták. Viszont izgalmas látvány lehetsz, amikor este bejössz a hálószobába. Köszönöm. De most ha belegondolsz az arcodon és a kínai eszköz a kezeden. De most ha belegondolsz, hogy egyébként bemész a kórházba, és erre a vizsgálatra, amit most megcsinálunk egy perc alatt, egyébként egy fél órát vársz minimum, mert míg a nővérke betolja a kis kocsira. Fél órát vársz azért, igen. Vérnyomásmérőt, érted? Ez egy perc alatt megvan. Nyilván. Most kap agyvérzés minden orvos kollega, így van, tehát én is azt evangelizálom, hogy milyen jó lenne az, hogyha legalább egyszer dolgokhoz hozzáférnénk bárhol. Tehát nem kell ahhoz egy klinikára elmennem, fizetnem, várnom rengeteget, utaznom, hogy egy szimpla EKG-t megcsináljak. Most az elmúlt 2-3 évnek a technológiai fejlődése ezt nagyjából már elhozta hozzánk. Van egy eszköz, ezt a múltkor hoztam hozzátok, ami már klinikailag validált, tehát az amerikai FDA ügynökség, ami a legfelsőbb ilyen minőség ellenőrző, azt mondta rá, hogy ez nem kütyű, ez klinikai eszköz. Uh-huh. Tehát lehet használni. Na, a klinikára. Nem csak engem jelentenek. Ez ilyen 20-30 ezer forintos nagyságrendű, és kapsz egy tonás EKG-t. Mit hoztál még? Mi van még nálad? Van egy eszköz, ami most rajtam volt pár napon keresztül, mellkas tapasztalat van szó, ez pulzust mér, légzésszámot, tartást, napi aktivitást, tehát megtett távolságot, légzésszámot. És szörtelenét, amikor leveszed. EKG, stb. Tehát ilyen eszközök most is vannak, nem amit föltesznek rá, 24 óráig rajtad van, beviszed a dokihoz, és akkor ezeket az adatokat kielemzik. Volt már ilyen rajtad? Nem. Szegény anyámon. Rajtam volt. Anyámon volt ilyen. Van egy ilyen kis tatyó így az oldaladon, mint egy ilyen kezdetleges kőkorszaki Walkman, és az testet tele van mindenféle kis tappancsokkal, borzalmasan kényelmetlen, 24 órás EKG, egyszer kipróbáltam, hát nem az igazi. Most nem az igazi. A helyett ezt a tapaszt, ami egy ilyen négyszer... Egy csepp tapaszt méretű tulajdonképpen, így van. Ugyanazt úgy, egy USB hely van benne a nagy akkumulátor helyett, ott lett az adatokat letölteni, feltölteni, és megkaptam elemzésben azt, hogy milyen az alvásom feltöltődése, mikor vagyok stresszes, a mozgásom mennyi, tehát rájöttem, hogy amit eddig is tudtam, csak most még jobban tudom, hogyha én minden nap mozgok, legalább fél órát, akkor az alvásom zseniális lesz. Tehát nekem arra kellett rámennem 14 éves koromtól, hogy minden nap edzek, mert akkor másnap tudok dolgozni, mert szuper alvásom lesz. Tehát annyira alapvető dolgot tanulsz már magadról, ami lehet másnál genetikailag máshogy működik, de egy egyszerű méréssel ilyen megint ilyen 10 fontos nagyságrendű összegből magadról tanulsz meg rengeteg új információt. Nekem fontos, hogy jól aludjak, azt a múltkor elmondtam, hogy alvásomat mérem, nagyjából a minőségét ismerem, tudom azt, hogy miktől lesz rossz alvásom. Tehát van egy ilyen 20-as listám, amit az évek során így egy ilyen tapasztalati listát magamnak előállítottam. Csak hogy nagyon fontos nekem, hogy tényleg úgy keljek fel, ami szinte egy EMI határozza meg helyettem, amikor ébredjek fel.
És okos órán van, ez a legolcsóbb, legegyszerűbb okos óra a világon, Pebble-nek hívják, egy amerikai ilyen közösségileg finanszírozott okos óra van szó, és össze van kötve a telefonommal, Android telefonnal, egy alkalmazással, ami ingyenes, és méri azt, hogy milyen alvás minőségem van, hány mély alvásom van, mennyi időn keresztül horkoltam. És ébreszt, amikor jó neked? És megadom neki, mondjuk 6-kor kelnék fel, és kapsz plusz-minusz 10 percet, hogy döntsd el, mikor a legjobb. Aha. És azt nézi, hogy mikor mozgok már annyira, hogy biztos, hogy nem vagyok mély alvásban. Tehát lehet, hogy 5 perccel később kelt fel, de akkor sokkal könnyebben kelek fel, és nekünk, gyorsabban pörgök fel. Ezt meg kéne nézni, hogy nekünk a 4:40 az például jó, ezt szívesen átteszem a műsorkezdést hétre, ha kéri a kiki, hogy, akkor próbáljuk, hogy 6:30-kor jobb ébrednem, tehát én ezt azért meg tudnám tenni a közösség érdekében, hogyha héttől frissebbek vagyunk, de az 6:30-ig kell aludni. Szerintem akkor a vezérigazgatónk együttműködő legtöbben a projekt. Ha jó műsort akar, akkor ide azt a kütyüt, tegyük föl magunkra egy hétre, és utána meggyőzünk. Egy pont, ahol az algoritmus felajánlja azt, hogy tudsz szólni telefonon keresztül, hogy na, ha most feküdnél le mondjuk 20 percen belül, akkor ekkor is akkor 4:40-kor tökéletesen fogsz felébredni. Mert megismeri a szokásaidat, hogy eddig hogy aludtál, mennyit mozogtál közben, mennyit horkoltál közben. Tud horkolás közben óvatosan rád vibrálni az okosóra, hogy most lehet, hogy horkolsz valószínűleg, lehet, hogy alvási apnói felé tendálsz, ami egy ilyen légzési gond alvás közben, és abból így óvatosan nem felébresz, csak úgy arrébb mozgat, hogy igenis mozdulj el, és mondjuk fordulj a másik oldalra. Tehát tudom, hogy lehet, hogy ez is ilyen emiként hangzik. Humánusabb, mint amikor a feleségem hátba ver. Tehát sokkal jobb. Neked biókos órád van. És elindul, nem én voltam, a kicsi volt. Nem te voltál. Mi negyed órát ezzel el vagyunk. Tehát azért egy humánusabb megoldás. Amikor... Egy nagyon fontos dolog van, hogy nem szabad, hogy ezek átvegyék az uralmat az életünk. Kicsit több feletted átvették azért, úgy érzem. Tehát, hogy azért olyan szenvedéllyel beszélsz, hogy már nem tudlak elképzelni. Csak is simán. Nekem maga a tech, tehát az, amikor először tudom, hogy szörnyen fog hangzani, amikor először használtam, vagy 3 éve okos órát ébresztéshez, akkor magamtól hamarabb felkeltem, hogy megvárjam, hogy felébreszteni. Tehát én geek vagyok, nekem ez a maga a szerelem, a technológia. Igen, ez a felkelek, hogy felkelhessek. De az egészség az, hogy amikor bajom van, akkor nekem az eszköz megoldja azt, hogy jó alvásom legyen, hogy napi aktivitásom legyen, nem mennék ki mozogni, ha nem mérném magam a púzusomat, a púzus görbéimet. Tehát amit csak tudok, motiválom magam arra, hogy egészségesebben éljek. Nekem ez eszköz kell. A feleségemnek az kell, hogy kimenjek vele futni, neki a szociális motiváció kell. Mindegy, hogy mi, csak megtaláljuk a saját motivációnkat. És aztán még egy stresszmérőt. Ez két új közé kell fogni, ez egy ilyen aranyfóliákkal van. Működik, ki lehet próbálni? Persze. Na, én arra most rámérnék. Az lehet, hogy pár másodperc kell, mire... És ő mit mond, vagy mit mutat meg? Ez a bőrnek az elektromos áteresztő képességét néz, egy galvanikus áteresztő képesség. A cég azt hozta ki, hogy van egyértelmű kapcsolat a stressz szint, és ennek az eszköznek a mérés eredménye között. Tehát alkalmazás kapcsolódik hozzá. Tudjuk, hogy ilyen... stresszes vagyok, de hát az ember igen. Tudja, hogy stresszes. Tehát a sok a stresszelő ember cél, tudja, hogy az a cél, hogy megtanult magadban ezt lejjebb vinni saját módszerekkel. Mm-hmm. Én minden vizsgálat előtt izgulok. Tehát kimutatja majd a műszer, hogy izgulok a vizsgálat miatt. Van. Ami kimutatja, hogy izgulok. De hogy tanít meg egy műszer lejjebb vinni a stresszét? Téli tájat látsz, tehát egy téli tájat látok az alkalmazásban, elkezdem használni az eszközt, és kiírja élőben. Ez elég fontos látni élőben azonnal azt, hogy milyen paramétereid vannak, az elég jobb is a visszacsatolás. Kiírja azt, hogy ez sárga, zöld vagy piros. Zöld akkor nagyon szuperül vagy, sárga az ilyen semmilyen, a piros akkor egyértelműen stresszes vagy. És azt látod élőben, minél tovább vagy nem stresszes, annál gyorsabban vált át ilyen meditációs zene mellett a télből tavasszá az alkalmazás. Ez is ilyen 10 000 forintos összegbe kerül. Én azt csinálom, hogy hetente egyszer leülök mondjuk 5 percre, és ezt végigcsinálom egyszer legalább, hogy ennyit legalább meditáljak, ha már máskor nincs rá idő, vagy nem szánok rá időt. És az a feladat az, hogy magamnak tanítsam meg azt, hogy látom élőben a stressz szintemet. Ha például én rájöttem, hogy ha arra gondolok, hogy menjen lejjebb, akkor feljebb megy. Tehát ez csak úgy lehet, hogy valóban el kell engedni például a munkát, valóban el kell engedni a stressz okozó tényezőket, és arra kell koncentrálni, hogy a téli tájból tavaszt csináljak ebben az 5 percben. Nekem annyi a érdekesség az eszköz használatában, hogy de először nekem ilyen 10 percbe telt ezt átforgatni, tehát valószínűleg annyival stresszesebb voltam, mint kellett volna. Odaadtam a feleségemnek, neki volt egy ilyen 4 perc. Mondtam, hogy ez valami technikai baj, még egyszer csinálj meg. Nem. Úgyhogy 3 perc volt, úgyhogy most egy ideig azt stresszelt, hogy a feleségem mennyire nem stresszesebb hozzám képest. De most a tanítom magam, hogy életetek se egyszerű azért ezt így halva. Szóval azért mi azt hittem, hogy a mi életünk nehéz, amikor este 11-kor verekszünk az ágyba, hogy kihorkol, de azért nálatok is van baj. Szóval ez miért meg te? Most már kezdek ideges tenni, te miért meg? Nem, most már nem mérem meg, mert felidegesítettél. Sokszor nevet rajtam, de be kell valljam, hogy van egy pont, ahol már ő kéri, hogy mi lenne amúgy érdekelni, hogy mondjuk futás ha megint elővennéd azt a vibrálós dolgot. Mert annyira jó rezgett az óra. Megjegyzem, hogy jönnek ilyen eszközök ki. Tehát a szexuális egészségre is. Azért, hogy azt az egészségi állapotot javítsák. Tehát konkrétan viselhető eszközök. Nem menjünk bele jobban, de hogy például magyar fejlesztés van ilyen, ami jövőre fog jönni a piacra. Ez is van fönn az Amazonon már? Amazonon inkább a, tehát a szívvel kapcsolatos dolgok, sport,
eszközök, fitness és házi állateszközök. Egy ilyen óra mennyibe kerül? Csak, hogy mondjuk a gyereket ez fel akarom tenni, hogy mikor ébredjen, mikor feküdjön le, mert például... $100 körül van. $100 körül van, ugye? Hát most ez nem áll túl jó. Nem, most ilyen 280 körül van a dollár, talán 28 000 plusz-minusz kicsi. És a gyerekre is felteszem, és megmondja, hogy körülbelül mikor feküdjön le a gyerek például, és mikor keltsen föl, és mert például nagyon sokat van fönt a Benni, föl kell pisilni, szomjas, tehát nem eseménymentesek az éjszakák, finoman szóval, hogy mikor jó aludni, mennyit aludjon, mikor keltsen fel. Nemrég írtam cikket arról, hogy a gyerekeknek az egészségében, most jönnek olyan meg újszülöttek egészségében, eszközök jönnek ki, amikkel azt segítjük a szülőnek, hogy minden infója meg legyen a gyerekről. Tehát, hogy például felrakja a bokájára egy ilyen kis nagyon kényelmes plüss tapaszt, egy ilyen kis plüss bokaszorítót, és ő a telefonján látja, hogy milyen pulzusa van, ha mondjuk éjszaka, van ugye ez a hirtelen halál szindróma a gyerekeknél, azonnal látja, azonnal jelzi. Tehát nem azon múlik egy ilyen katasztrófa eset, hogy vagy szerencsénk volt, vagy nem, hanem élőben látom minden infót, ami a gyerekhez szükséges. Tehát nem kell egy ilyen okos orrat venni a gyereknek, ezt mondom ezzel, hanem vannak olyan nagyon kis kényelmes, játékos plüss eszközök, például csuklószorító is, amit felvesz, hord magán, és az amúgy a napi aktivitását méri, éjszaka az alvás minőségét. Ez nem alakít ki egyfajta függőséget, olyat, mint mondjuk az ember és a telefonja között kialakul, nincsen nálad a kütyű, nem érted meg ma, stb. Már elkezdesz izgulni, már elkezdesz azon stresszelni, hogy nincsenek meg a friss adatok? Őszinte leszek, biztos, hogy kialakít. Azért, mert hogy az eszközök még nagyok és rosszak. Nekem kell foglalkozni velük, de nem ilyen lesz, hanem majd lesz rajtam egy ilyen vékony tapaszt, nem is tudom, hogy rajtam van, és amikor valamivel foglalkoznom kell, akkor rám szól. Viszont a hosszú távú eredménye az, hogy én az aktivitás, tehát a napi aktivitás követőimet nem hordom már, de hogyha mondjuk reptéren választanom kell a 50-es lépcső meg a mozgó lépcső között, én a lépcsőt fogom választani, mert amúgy tudom, hogy amikor többet lépek, hiába nem mérem, nem számolom, sokkal jobban dolgozom, jobban alszom, másnap jobban tudok teljesíteni. Tehát egy ponton túl kialakítja a hozzászokást, ahhoz a jó szokáshoz, de ahhoz kell a motiváció, addig is nekem például ez a technológia hozzá. Bruce Lee is mindig azt mondta, hogy ha teheted, menjél inkább gyalog, és például a BKV, vagy a BKK ebben a szellemiségben dolgozik szintén. Szállj fel egy trollira, vagy menjél gyalog. Vegyél bérletet, és menjél gyalog. Vegyél bérletet, és told meg a trollit. A BKK ezt a szellemiséget vallja. Ugye, ez nagyjából mikor lesz? Például visszatérünk egy pillanatra a mesterséges intelligenciára. Ugye hajlamosak vagyunk legyinteni, csak mindegy évszámot, hogy körülbelül. Tehát azok, amiket a filmek már most megjelenítenek, tényleg a nő, vagy az Ex Machina, vagy nagyon sok film, mikor válik ez realitássá szerinted, hogy hány év múlva lehet ez realitás? Amikről eszközökről beszéltünk, az már van. Tehát az bárki elérheti. Az értelemszerűen, igen. Az EMI-szerű algoritmusok már vannak. Autóban, keresőmotorban és így tovább. Csak nem nagyon érezzük azt, hogy velük vagyunk kapcsolatban. Az, amikor már úgy tudsz beszélgetni egy ilyen chatrobottal, chatbottal, hogy hiába tudod, hogy az amúgy nem ember, de nem tudod magad meggyőzni, hogy amúgy nem annak gondolnád, hogyha nem tudnád egyértelműen, az éveken belül. Tehát a Turing-teszt, ami ennek a nagy, az EMI-nek a küszöb értéke, a Turing-tesztet egy chatbot valószínűleg éveken belül meg fogja tudni lépni. Tehát amikor nem tudjuk megmondani egy ilyen csapat, nem tudjuk megmondani, hogy a szoba mögött lévő ember vagy algoritmus az most melyik a beszélgetés alapján. Hogy igazi EMI-vel foglalkozzunk, vagy dolgozhassunk, az mondjuk azt mondják rá, hogy 5, de inkább 10 év feletti. Tehát mondjuk a 20-as évek közepétől már szinte biztos, hogy lesz egy ilyen. Ray Kurzweil, a jövőkutató azt mondja mindig, hogy 2030-tól már lesz olyan számítógép, ami egy embernek az agyi kapacitását simán tudja visszaadni, és tehát gondolkodásban. 40-re lesz, amikor a teljes emberiségét visszaadja egy laptop vagy számítógép, és kb. 45-re mondja azt, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát, hogy olyan emi fejlődés lesz előttünk, amit nem fogunk érteni, az a szingularitásnak a pontja. Legyünk kicsit szkeptikusabbak, mert a fejlődés mindig gátakkal van teli. Itt etikai aggályok is vannak, tehát mondjuk biztos vagyok benne, hogy 20-30 éven belül oprendszerünk lesz otthon, ami a legtöbb gondomat meg fogja oldani. És beszélgetni tudok majd vele, és tanulni tőle, és ő is tőlem. Amiről a Nő című film szól, és amiről már beszéltünk, nem ismételve önmagunkat. A sok elmagányosodott ember pedig egyszer csak társat kezd majd látni az oprendszerben. Erről szól ott az találtok a haverjaimmal a kocsmába a fröccs mellett, mikor ez a világ eljön. Ott leszek a barátaimmal. Mi isszuk a fröccsöt, amíg te beszélgetsz az oprendszerben. Csak lehet, hogy az EMI az majd a egészségbiztosításodat fogja feljebb vinni azért, mert tudja az, hogy alkohol iszol. Nem baj. Szarok. Rossz életmód az luxus lesz. Azt te meg beszélges az oprendszerrel. Érdekes világ felé megyünk azért, erről mindenféleképpen kell beszélni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ha van újítás, már pedig állandóan van, akkor újra szeretettel várunk. Köszi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Mesko Bertalannal beszélgettünk, orvosi jövőkutatóval, mi pedig hármasugrást játszunk már is valakivel. 3, 2, 1, go! A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggelt! Hello! Hallgattad a beszélgetést, Anna?
Igen, igen, a végét inkább. A végét. Várjál, le kell teszteljük, hogy nem egy emivel játszunk. Szerelmes vagy a Balázsba? Nem. Emi. Emi. Hogy hazudik? Hogy hazudik? Humán nem lehet, csak mesterséges. Mit csinálsz, mivel foglalkozom? Tanulok még, egyetemista vagyok. Egyetemista vagy. Érdekes beszélgetés volt, de ugye mondtad, hogy csak a végét hallgattad. Magunkat dicsértem kicsit. Ja, minden nem érdekes, kicsit magunkat akartam megdicsérni. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, picit nehezem, mint tegnap. Hát egy egyetemistának nem lehet nehéz. Mehetünk? Persze. Így szól az első kérdés. Melyik ország ősi vallása a Sintó? Talán Japán? Így van. Ügyes vagy, Japán. Menjünk tovább? Hát, próbáljuk meg. Itt van a második kérdés, baseball sapkáját. Melyik filmmel játszott együtt Peter O'Toole, Orlando Bloom, Eric Bana és Brad Pitt? Nem tudom ki az első, de talán a Trója? Ivar! A Brad Pittet nem kellett volna belerakni. Sokáig gondolkodtam rá. Nem szeretted ebben a filmben? Nem, csak hogy abból rögtön kitaláltak. A Peter utóban nem. Mi legyen a... Ügyes vagy, mi legyen a harmadik kérdéssel? Sportos kérdés. Sportos, lehet, hogy jobb megáll. Nem fogod tudni. De szülinapom van. Attól még nem tudhatod. Hát gondoltam, hát ha segítetek egy kicsit. Nehéz, figyelj, állj meg. Hát ha nem vagy jó sportban, akkor megállhatsz. Próbáljuk meg. Itt szól a harmadik kérdés. Melyik sportág olimpiai bajnoka, a nemzet sportolója, Földi Imre? Földi Imre. Apuka hátra tudja. Ő tudhatja. Földi Imre, hú, pedig nagyon... Nem. Ő a súlyemelés. Mondtam én, hogy érdemes talán megállni. Egy zseniális súlyemelő volt, tatabányai emelő. Fantasztikus. Na figyelj! Hát akkor nézzük, mit tud a BUM. Szoftver, mennek az ajándékcsomagok. Tiki-taki. BUM! Szép hosszú indítás. A betyány. Hej, de jó repül. Mekkor átszólt. Nem. Most a füst elszállt. Nem. Se. Nem. Feri? Itt se. Nem. Anna? Nem. Balázs? Nem. Nálam még füst sem volt. Hát ez most nem adott. Anna, Anna, drága. Boldog szülinapot. Köszönöm. Köszi a játékot. Köszönöm szépen. Ciao. Szia. Hello, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3 perc múlva a 9 óra, jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, meg vagyunk, nem tűntünk el, megjelentünk. Nem szabad kávét a pultra öntenem, gyerekek. Nem szabad, mert nem. 3 zene megy. Nem, csak hűlök, Gyula, mondom a hallat, csak hűlök. Nem, maradj ott, hol vagy. Semmi gond, fordulj meg. Urai okay, vagyunk a helyzetnek, sok villogombong, de mindent meg tudunk nyomni, és megcsinálunk mindent. Na, hát igen. Azt mondja, hogy nézzük gyorsan az SMS-eket, mit írnak hallgatóink. Trafi Budapest, Budafoki út, T-home előtt kemény gumi küldte nekünk. Baleset a Bajcsi Zsilinszki és az Alkotmány utca kereszteződésében. A mentő most ért ki, alakul a dugó a Deák tér felé. Üdv, Charlie, a majom. Már itt is? Már semmi se szed. Már SMS-et is tud. Már SMS-t is írsz. Az egyes úton Tata után mérik a Komáromból jövőket a mesterséges intelligens kamerával.
Kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük szépen. Na, itt még beszélgettünk a hírek alatt egyébként Bertalannal, mutatott egy kütyűt, amit felteszel a fejedre, és hirtelen egy ilyen virtuális térben találod magad. Egy hullámvasúton ülsz, nézed az eget, mindenféle ilyen sárkány madarak repkednek, közben pedig a hullámvasút halad, és hát ez most még egy ilyen fura kivitelezésű kis kartondoboz, amit a fejedre teszel. A programot egyébként ők fejlesztik, és ez a virtuális tér, ugye, amiről a dolog szól, hogy erről is beszélgettünk itt, hogy 5-10-20 év múlva ez tulajdonképpen annyira életű lesz, hogy befizetsz egy nyaralásra, fölteszed a fejedre, és átélsz. Alszol egy hetet. És alszol egy hetet, ott vagy egy virtuális térben, és hogy mennyivel izgalmasabb lesz majd a virtuális tér, és hát Feri is a fején egy ilyen kütyűvel rohangált, balra nézel, jobbra nézel, óriási. Én nekem ráadásul az is, mert ugye én nem vagyok ez a klasszik játékos, ilyen PSP, vagy miként hívják ezeket, nekem ez mindig nagy élmény, ha ilyet látok. Figyelj, tökre olyan, mintha majd, hogy nem olyan, mintha benne ülnél. Ha még ide állsz, nem is rázod a székem, hogy megy a hullámvasút, én bekajálom, hogy már ott vagyok. Jó, mondjuk az igazsághoz az tartozik, hogy ilyen típusú fejlesztések már vannak, és azért ennél magasabb szintű 3D-s isokokat lehet kapni. Tehát, hogy... Persze, van egy csomó, ez arra szolgál, vagy majd arra szolgál 10 év múlva, hogy például ilyen terápiás jelleggel csinálnak különböző beavatkozásokat, hogyha valaki például fél a pókoktól, akkor lefelesztenek neki egy programot, amiben a pókok ugye ott mászkálnak előtte, és mesélte, hogy volt Amerikában egy nő, aki ezen program segítségével gyógyult úgy ki, hogy minden nap egy órát porszívózta az ágyát lefekvés előtt, annyira félt a pókoktól, minden nap. Tehát, hogy brutális aratnofóbiája volt, és megcsinálták neki ezt a programot, ahol pókok mászkáltak, és fél év alatt tudták olyan szintre hozni, hogy már engedte, hogy a kezére tegyenek egy tarantulát. Például, aki fél emberek előtt beszélni, az fölteszi ezt a kis virtuális teret a fejére, ugye, egy program segítségével, és azt látja, hogy 10 000 ember ülette. Mondhatod. És ugye elkezd beszélni, és a virtuális térben ő azt látja, hogy arcok vannak előtte 10 000 ember, és terápiás jelleggel előbb-utóbb ezt megtanulhatott. Tehát, hogy komoly. Komoly. Érdekes. Mert hát ez ugye nem a játékipar számára készült, Bertalan csak olyan dolgokat hoz ide, amik ugye az egészségügyben lesznek majd használatosak valamikor a jövőben, mert azért, hogyha csak a játékiparból indulunk ki, azért ott már olyan fejlesztések vannak, hogy néha megdöbbentő. Például az egyik konzolos, direkt nem mondom a nevét, egyik konzol játékkal kapcsolatban írták egy pár évvel ezelőtt azt, hogy bizonyos országok számára korlátozzák, sőt nem is engedélyezik a bevitelt, vagy engedélyezték a készüléknek a bevitelét, ugyanis a játékból kiszerelt csipekből olyan szuperszámítógépet lehetett volna összerakni, amit hadászati célokra alkalmazhattak volna ezek a bizonyos országok, amikkel nem volt jobban akkor igazából a nyugat. Adi. És ezért nem engedték bevinni a gépeket az országba. Érdekes dolgok ezek. Na, de ennyit erről, lezártuk Bertalan, majd hívjuk még, mert izgalmas dolgokat mond. Mi ezt nagyon érdekeljük. Mondtad, hogy hoztál valamit? Hogy találtam egy gyűjteményt, amely 24 valós, tehát ez még nem mesterséges intelligencia, 24 valós gyermekkönyvet tartalmaz, ami ugye önmagában még nem lenne érdekes, sok gyerekkönyv van, de ezt összeszedték, mondom az elsőt címmel együtt, egy nagyon aranyos zöld dinoszaurusz van rajta, és ez a címe, ezek egyelőre angolul vannak, de ahogy ismerem magunkat, lesz ez magyarul is. Az elsőnek a címe az, hogy All My Friends Are Dead. Minden barátom halott. Mesekönyv. Ez 24 legfélelmetesebb mesekönyv, vagy ezeket hogy tudja, hogy a legizgalmasabb című mesekönyv? Igen, hogy nem tud még, hogy jössz ki belőle, tehát hogy ezt kinek olvasod. A következő címe az, hogy anyunak detoxba kell mennie. Két aranyos kisgyerek van a konyha szekrény előtt, 3 és 4 évesek, akik sepregetik össze az üres sörös flakonokat, tehát az összegyűlt sörös üveget. Anyunak detoxba kell mennie. Jó, az még nem olyan duruális, mert hogyha ezek mondjuk üres, rövides üvegek lennének, és nem pedig sörös dobozok. És ezek valójában létező mesekönyvek? Ezek Angliában, angol nyelvterületen kapható létező mesekönyvek ezek. Picit könyörtelen címűek. Igen, meg hát nem tudod, hogy ki fogja olvasni. Tehát a gyerekednek elolvasod, hogy anyunak detoxba kell. Nekem a minden barátom halott, és egy magányos brachiosaurus áll a képen, az tetszik az egyébként. Menő? Tehát, hogy az Bennyvel nagyon sokat beszélgetek dinoszauruszokról, imádja. Tehát mindig erről kell neki mesélni. Magányos brachiosaurus, egy barátságos kis növényevő táldogás, minden barátom halott. Ő lehet, hogy ő az utolsó dinoszaurusz. Utolsó dinoszaurusz, igen, ez még egy baráti, igen. Tehát lehet, hogy az első fejezet úgy kezdődik, hogy mindez egy meteorit becsapódásakor kezdődik. Igen, minden barátom halott, mondta Brachiosaurus, és útjára indult. Igen. Jó, de akkor ezt feldolgoztad, de az anyunak detoxba kell
kell mennie, ott mire gondolsz? Igen, és hát ugye most már én is láttam, mert közben megkaptam én is, amit hoztál, igen. Ugye, egy kisfiú és kislány, hogy te is üres üvegeket söpör össze a konyhapadlagára. Így alakul. Igen, itt mit olvasol a családról, ugye? Vagy itt mit olvasol a gyereknek? Mi van még? A következő az tök normális, a gáz, amit eregetünk, a puki története. Ja, hát ez ugye olyasmi, mint a nagy kakikönyv, ezzel nincs baj. A most következőnél én nagyon erősen elgondolkodom. Igen. A címe. Mi a címe? Anyu és a teljes ember. De most ugye, igen, közben már én is látom, mit látunk, egy kisfiú áll a teljes ember előtt, ugye a bejáratnál, nyílik az ajtó, belép a teljes ember, fogja a kis teljesbődönt, odaadja a kisfiúnak egy huncut pillantással, de a következő pillantás már, amikor anyut stiröli, valószínű anyu és a teljes ember. Ugye el kell két értelmű a dolog. Hogyha felnőtt iparban dolgoznék, biztos, hogy ez lenne a művész nevem, Milkman. Ha és azt a Kovi, hogy szeretné? Igen, Jockey Ice és Milkman. Szóval, ha anyád összejött a teljes emberrel, akkor ezt a könyvet olvast, hogy ezt föl tud dolgozni? Ez erre van? Igen, nem, igen. Ez arról szól, hogy valójában ki az apád. Ugye? Tehát, hogy valójában biológiai értelemben az az apád, aki te apának szólítasz, vagy anyu és a teljes ember, és a teljes embernek csak egy röpke látogatása volt nálatok, de igazából lehet, hogy a megoldást ott kell keresned, hogy ő a te apád. Valójában, nem? Nem tudom, nem két tudom, értelme, hogy, ezek mind két hogyan értelme, tud feldolgozni persze a dolgot. Van a Walter, a pukizó kutya, ez már csak egy ilyen kis egyszerű dolog. A fiúk, lányok különböző ábrázolása is egy könyvet megérdemelt. Ott egy fiú elefánt és egy lány elefánt van, és azon mutatja meg, hogy ki a fiú és ki a lány, hogy hogyan pisilnek. Vagy a fiú elefántnak van ugye kukija, és lefelé a lány, igen. Igen. Na, aztán van egy olyan könyv, ami arról szól, hogy amit a gyerek csinál, arra általában a felnőttek úgy reagálnak, hogy te még ez kicsi vagy, nem szabad. Ez a címe, hogy bármit, amit csinálni szeretnék, az illegális. Igen. Hát, ilyen családban nősz fel, érted? Ez lehet egy komoly probléma állandóan. Ez egyébként helyes, igen. Aztán jön a nagy kedvenc. Egy fa törzset látunk, két kislány van mellette, és egy kisfiú, aki első ránézésre, amíg nem olvasod el a könyv címét, elesett. Elesett szegény, beütötte a fejét, a két aggódó kislány pedig ott áll mellette, de akkor elolvasod a könyv címét, ami ez, Kicsi Bob megint részeg. Miről szól a mese? Miről szól a mese valójában, Kicsi Bob megint részeg. Igen. Ez honnan merítették a sztorit? Hogy hát van valakinek problémát jelentenek a részeg gyerekek. A folyamatosan részeg gyerekek. Igen. A hógolyózóst az nagyon szeretem. Egy hógolyózó gyermekpár látható rajta, akik talán nem is annyira gyerekek. A könyv címe, szereted az arcodba? Igen, mindenhova szeretem. Ugye hát ez megint sajnos az eltorzult felnőtt gondolkodás, hogy ránézel egy ilyen képre, és azt látod, hogy az egyik gyerek ugye arcon dobja a másikat egy hógolyóval, de hát közben pedig ugye szereted, igen, az arcomba szeretem, és egészen másra gondolsz. Igen. De milyen jó ezt megvenni a könyvesboltba. Elnézést, miben segítetek? Kérdés szépen az arcomba szeretem, illetve mindenhova szeretem című könyve. Ne, rossz helyem van. Nem, egyel arrébb. Ez egy könyvesbolt, mi egy libri vagyunk. Ahol nem lehet belátni a kirakatom. Keresztes, kimagyarod, plusz 18. Pipsó a körúton van, a Petőfi lábánál. Oda tessék menni. Már megrendeltem a következő kötetet, mert a gyerekeim tanulnak angolul, tehát érteni fogják. Bárcsak apu ne inna olyan sokat. Valós családi problémát dolgoz fel a mű, és reméljük, hogy megoldást is ad rá. Az igazi probléma az ott van, ahol mind a két könyvre az anyának detoxba kellene mennie, illetve a miért iszik apu. És a gyerek is. Igen, és a kicsi Bobi megint részeg. Igen, mert akkor már csak egy ember marad, aki józan a családból. Ahová Willy ment, egy apró sperma hatalmas kalandjai. És a képen egyébként tényleg az van, hogy egy kicsi szemüveges mosolygó sperma elindul. A sperma nagy kalandja. Igen, szétnéz a világban. Úgy tűnik, meg kéne szerezni egy-kettőt. Igen, az az ország, ahol ezek a könyvek születtek, erősen küzd az alkoholizmusra, mert a következő, anyu azért iszik, mert te rossz vagy. És ki a felelős? A szerencsétlen gyerek. Figyelj, egyébként én, ugye beszéltünk ilyen fura mesekönyvekről, én megszereztem az utolsót, amit ez a könyv is ír, a vakon történetéje, aki elment ugye megkeresni, hogy kikakilt a fejét. Figyelj, azt a Benny, az hónapokon keresztül el kellett neki mesélni. De ugye ami arról szól, hogy kijön a vakond a földből, és rájön, hogy valaki lekakilt a fejét, és elmegy, és minden állattól megkérdezi, hogy te kakiltál a fejemre, nem, te kakiltál a fejemre, nem, és a végén kiderül, hogy mit a kutya, vagy nem tudom ki volt. Szóval imádták a gyerekek. Valószínűleg ők egész
kölcsönadtam több barátomnak. Persze. És mindenhol szerették? És mindenhol nagyon szerették, igen. Igen. Tehát a Wakanda, aki elmegy utána járni, hogy kikakilt a fejére, ezt minden este el kellett olvasni a Beninek. Mondjuk élvezettel tettem. Persze. De neked is tetszett, valljuk be. Igen. Ezek jók. Ezek tényleg jók. Máshogy látják a gyerekek. Meg nekik ez nagyon szórakoztató. Most kezembe akadt egy nagyon jó mesekönyv. Hát minden este olvasom, talán az a címe, hogy képtelen mesekönyv. Lehet, hogy ez a, nem tudom, hogy képtelen könyv, képtelen mesekönyv. Ami arról szól, hogy a szülő hogy tud magából úgy hülyét csinálni, hogy ez nagyon szórakoztatja a gyereket, mert hogy nincsenek benne képek, és ahogy olvasod, az olvasás alapján kell azt csinálnod a mesekönyvben, amit a könyv neked mond. Tehát a hülyeséget kell mondanod, ki kell mondanod, ha énekeltet a könyv, énekelned kell, ha robothangon kell beszélned, robothangon beszélsz, ha egy mint a lapos fejű majom vagy, aki robothangon beszél, robothangon beszél. Figyelj, kölcsönadom, mi már úgyis olvastuk. Imádja a gyerek. Arról szól, hogy a felnőtt hogy csinál magából direkt hülyét, hogy a gyereknek jó legyen, egy darab kép nincs a könyvben, semmi. És pedig 100 000-szer elolvastam. 5 éves korban az fontos, ugye? Igen, és a gyereket nem érdekli, az a lényeg, hogy te hogy csinálsz magadból hülyét. És hogy szórakoztatod a gyereket, hogy neki jó legyen. Tudnád értelmetlen szavakat kell mondanod, énekelned kell, robothangon kell beszélni, majomhangon kell beszélni, és egy darab kép nincs. Én minden reggel meghallgatnék ebből egy fejezetet az előadásodban. A lapos fejű robothangú majomra vagyok kíváncsi igazán. Igen, mert hogy te egy majom vagy, egy robotmajó, és ezt neked elő kell adnod. És érdemes tényleg beleolvasni. Képtelen mesekönyv talán ez a cím. Elhozom, mi már nem használjuk. De szeretni fogod. Ezeket meg kéne szerezni, ezeket a meseket. Meg, hát ugye nincs fordítás, mert szerintem neten meg lehet őket rendelni, egyet-kettőt, például az este, amikor apu börtönbe megy, azt én szívesen forgatnám, ugye? Nagyon, én karácsonyra tervezem az Ezért mérgezett meg téged anyukád című könyv megvásárlását. Egy kicsit apásabb legyen a gyerek. Ott a gyerek azért kap egy csomagot a nyakában, nem? Ezzel mérgezett téged, hogy ezért mérgezett meg téged anyukád, igen. Szeresd apád, anyád megmérgezett téged. Anyád miattad vonult a toxikálóba. Olvasgass, kis Petike. Ja, felhívom a kedves figyelmeteket még egy könyvre, ami egyszerűen tragédia, de tényleg most rákerestem erre az oldalra. A képen egy bácsi látható, a képen segít egy kisfiúnak horgászni a folyóparton, hátulról öleli át a kisgyereket, ágyékkal neki támaszkodik a gyereknek, a könyv címe Harpo szörnyű titka. De miért kell ilyet olvastatni? Tehát, hogy hogy elmerje mesélni, igen. Harpo, hogy baj volt. Harpo nagyon vidám, de látszik, hogy mind a ketten várnak a kapásra. Harpo is, és a bácsi is. Viszont a Somát nem engedem el. Na de kell egy ilyet olvasnod, például egy gyerek, mert egy Harpo szörnyű titka, tehát most ki Harpo? Harpo a bácsi, aki mögé el a gyerek mögé, vagy a gyerek a Harpo, akinek szörnyű titka van, hogy a bácsi percázásnál beállt mögé, tehát ki a Harpo? Kaján arckifejezés, ő fonja szilvaszájú bácsi, ott mosolyog mögötte. Hát nem, a bácsi nagyon perverz módon néz, a kis, ha Harpo a gyerek, akkor ő az, aki mosolyog. De Harpo vajon minek örül? Igen, a kapásnak. Miért van szörnyű titka Harpónak? A bácsi, aki mögé áll és átöleli? Vagy neki pedig azért, valójában megmozdult az úszó. Ránézésre a bácsi 5000 év börtön azonnal, nem? A kis Harpót, ahogy átöleli a kis Harpót. Meg lehet azt tanítani ezzel a könyvvel, hogy akkor mesélj el a gyerek, ha őt molesztálták. Hát nyilván ez a cél, nem? Mindenesetre vagy rá lehet szoktatni a magányos horgászásra, vagy le lehet szoktatni a horgászásra. Mondjuk neked megvan a karácsonyi ajándék, Feri. Melyik? I wish daddy didn't drink so much, ami azt jelenti, hogy bárcsak apu ne inna ilyen sok. Ez van, hogy én ezt magam fogom kérelmezni. Tehát ha nálad lehet, akkor ezt kell. Jó fej vagyok, amikor iszom. Hát imádják, érted? Nem volt még igény rá, hogy apu ne igyen még. Te mindig úgy emlékszel, hogy jó fej voltál. Az így szokott lenni. Csak azok a kis szomorú szemek más. És egy gyerek szemek tudnának mesélni. Majd fölveszem egyszer. Szóval itt azért mindenki találna megának mesekönyvet. Igen. De jó, nagyon jó a gyűjtemény, mondom, 24 ilyen könyv. Meg lehet netről rendelni, egyet-kettőt kipróbálhatunk, hogy milyen, hogy miről is szól. Jó, mondjuk a legnagyobb kedvencem, hát csak azért, mert ugye imádom a műfajt, az Ott már nem az anyukád többé. Az Ott már nem az anyukád többé című könyv, amin egy kisfiú látható egy kiskutyával, akik éppen neki támaszkodnak egy ajtónak, és megpróbálják megakadályozni, hogy anyut, aki zombivá változott, bejöjjön. És apu mondja, hogy az Ott már nem az anyukád többé, az vagy ki a hát? Nem az anyukád többé. Tudod, amit 6 évesen nem akarsz hallani, az Ott már nem az anyukád többé. Tudod? A mondat, amit nem akar hallani egy 6 éves. És igen. Anyu hát már még kicsit ennyi osztásnak indult bőrrel, bőrszínnel jön be kis masnival a
aljában az ajtón, és nyúl a gyerek, és a kutya felé. Geniális. Hárpó szörnyi titkára írják még, hogy az is lehetne a könyvcím, hogy Matula bácsi, unom már a fenekezést. Igen, szegény. Szegény Matula bácsi, szegény Fekete István. Igen, unom már a fenekezést. Matula bácsi, önetető? Hát, csak ha te is akarod, kincsem. Ja Istenem, ja Istenem, hát milyen, milyen szörnyű mesekönyvek. De jó, ez az esti mesélés ez egyébként jó a gyerekekkel, nem? Tehát akinek nincs gyereke, az valami olyat veszít ezzel, amikor este oda bekucorodsz a gyerek mellé, és egy rozéfröccsel, rozéfröccs nélkül, két rozéfröccsel. Fröccset nem viszünk gágyba. De hogy már a hangulatában, már a hangulatában. Nekünk most van egy ilyen félbehagyott mesénk. 3 vagy 4 hónappal ezelőtt nem fejeztem be a Napszüli napja című Nagy Natália könyvet. Megvan nekünk. Minden este megkérdezi Virág. Holnap befejezünk a Napszüli napját? Persze, kincsen. Nekem egyszer holnap, igen. Igen, szerintem a február környékén fejeztük be annak a fejezetnek az olvasását. Nem sikerült. De te untad meg, vagy ő? Nem. Van mindig valami fontosabb dolgom. Tehát még... hát, nem is értem, hogy. Nekem egyszer olyan volt, hogy átjött egy baráti társaság, de közben a Benék is ott maradtak, és iszogattunk a baráti társasággal, és hát én egészen jól voltam, bár nem voltam szomjas, de közben a gyereket azért megpróbáltam letenni, és hát fölkapaszkodtam a lépcsőn. Leszkanderbe? És nagyon jó volt. Aludni, tehát a gyermeket integráljuk a baráti társaságba, nincs is az a baj, szokja a felnőttek jelenlétét, és hát azért ott úgy iszogattunk, és hát meglehetősen nem voltam már szomjas, és csak arra emlékszem, hogy felmentem, és elkezdtem fejből mesélni a gyereknek valami mesét, de annyira részeg voltam már, hogy elfelejtettem, hogy mit meséltem. Viszont a gyerek annyira jössz, hogy apa, sosem mondtál még ilyen jó mesét. Folytasd! És kicsit belealudtam a mesébe, és arra emlékszem, hogy a gyerek eltegett, hogy apuci, ez nagyon jó mese. Mi a folytatás? Ő még nem aludt, te annál. És amikor nem tudott folytatni a saját mesédet. És akkor a nyúj, de apa előbb róka volt. És elkezdtem egy ilyen, és akkor jöttek a sárkányok. Apa, nem itt tartottunk. És akkor hogy adod át a gyereknek a folytatás jogát, mert kicsit két rozéfröccs után belealudtál egy ilyen szorgos péntek után a mesébe. Apuci, sosem mondtál még ilyen jó mesét. Folytasd. És szomorúan konstatálod, hogy nem tudott folytatni a mesét, mert fogalmad nincs, hogy mit meséltél, csak végre szabadjára engedted igazából a fantáziádat a gyereknek. Ez megtetszett, hogy végre ugye nem könyvből mesélsz, és tudom, hogy napokig szomorú volt, hogy azt a mesét miért nem folytattad. És nem tudtam neki megmagyarázni, hogy édesem, azért, mert nem tudom, hogy mit meséltem. Haverja egy viszont gyönyörűen aludtak oda lent. De egész egyszerűen nem emlékszem, hogy milyen mesét szeretnél, hogy folytassam, mert nem tudom befejezni. Nem tudom befejezni ezt a mesét. Na mindegy, érjek, Harpónak nincs horgászengedély. A harpós mesét akkor lehet, hogy megrendeljük, elolvassuk, hogy miről szól, hogy el tudjuk mondani, igen. Ezeket a könyveket gyermekpszichológusok írják, hogy elhűítsék a gyerekeket, írja valaki. Nem feltétlen egyébként, ez nem biztos, hogy jó. Mondjuk a hárpó szörnyi titka azért nem hozza közelebb. Titka erős. Hárpót, vagy egyáltalán egy kis gyereket a nagypapához, én azt érzem. Igen, tehát hogy tényleg a mese valójában miről szól. Apa mesél nekem, rendben, Benni mesélek. Hárpó szörnyi titka. Apa, ez nagyon jól hangzik. Hárpó és a kis John elindult horgászni. Hárpó legyen a gyerek. Hárpó a gyerek. Ekkora gonosz nagypapa, ugye? Tehát, hogy nem nagyon tudod elképzelni, hogy az ne nagypapa, a szomszéd bácsi legyen már, ne a nagypapa. Hát, igen. De, ja, tényleg, nem valam, az még az egy durván változat. Nem, a szomszéd bácsi Hárpó oldali, illetve Hárpó az oldali, a szomszéd bácsi, és azt mondja neki, hogy kicsi Hárpó. Hol kezd, nem mész, Hárpocska. Kukacovan adta risznyát. Igen, ezt rendeljük meg, érdemes lenne megnézni, ez miről szól. Vagy remélhetőleg felkészítő jelleggel. Igen. Na jól van. Azt olvastátok, vagy hallottátok, ha már 9 után mindig ilyen rövidebb híreket beszélünk meg, ami egyébként nem baj. Nem vágunk már bele a nagy témába, hogy szörnyű világ közeleg. Augusztus 4-e volt. Ma van, vagy tegnap volt? Augusztus 4-e. Tegnap. Volt. És beszéltünk arról, hogy milyen szörnyű... Nem, tegnap lesz. tegnap lesz. Erről maga van egy elméletem. De azt most nem mondom. De most nem. Erről nincs olyan téma. Kifejlesztettem egy nagyon jó elméletet, hogy minden embernek hogy kéne élni az életét. Hogy augusztus 4-én megnyílt Londonban a karácsonyi vásár. Nagyon jó.
augusztus 4-dik. Hát szerintem ez egy baromság. Én nem áll. Akarok egy ilyen világban élni. Minden eddiginél korábbi időpontban augusztus 4-én megnyílt a londoni karácsonyi vásár egy áruházban, ahol hagyományoknak megfelelően már nyáron elkezdhetünk készülni. De jó! De rendes díszítés van, rendes ott díszítéssel a télapó, ott van mindenki, igen, és augusztus 4-én te már el tudsz kezdeni felkészülni a karácsonyra. Hát legalább nem fogok senkire hangálni még szenteste délelőtt, mert ez nincs de meg, fog, meg az nincs. De nem mondd, fog, hogy ez jó ugyanúgy augusztusban fog. Már azzal rémizgetnek, hogy jön a hideg, hóesés lesz, vegyél karácsonyi ajándékot. Tehát ez nem akar az ember egy ilyen világban élni. Tehát nem csak nekik van havasiuk, hogy júliusban azt olvasod, vagy májusban. Igen, a havasi koncert. Decemberi koncert az arénában olvasod, ezt március 13-án tudod, vagy májusban, amikor nem akarod hallani azt a szót, hogy december. Jön augusztus 4-től karácsonyi vásár. Vannak, akik szóval szeretik a hangulatát. Hát most beszaladsz ennyire augusztus 5-én szerdán egy kicsit az áruházban, leülsz, diderekz, fázol, ott is meleg van. Nem, ebből a szempontból jó? Igen. A közre barkács áruházból, vagy mezőgazdasági áruházból áthozom pár dísznövényt, amiknek picit fenyő illatuk van, vagy ilyen dézsabültetett mini fenyőket. Hogy és akkor föltöltődsz augusztusban, és az a már elhúzott karácsony. Csak képzeld már el, amikor bemész, ahogy hívják, a 40 fokból, vagy 35 fokból, és kérsz egy pohár forradból. Tehát arra jó, hogy egyszer megnézd, de azért ez a fajta kereskedés, azért ez már nagyon beteg, hogy augusztusban próbálják ráerőltetni a vásárlókat, de nyilván azt lehet rá erőltetni, amire van igény. Te tehát, hogy vannak londoniak, vannak angolok, vagy akik Londonban élnek, akik tényleg elmennek egyébként, és augusztusban már elkezdik tervezgetni, hogy mit vegyél karácsonyra. De nekem ez decemberben is fájdalmat okoz sokszor kitalálni, de augusztusban még nem akarok a karácsony miatt szorongani. De miért kell karácsonyos boltot csinálni, mert az ajándék az mondjuk turmix gépet veszett, most mondtam nem, a karácsonyi kiegészítő gömbök, ja! Díszek, girlandok, girlandok, hópelyhek, műhó, unikornis, tűzoltókészülékek, igen, zárlatos nagymama, igen, akit megvágott a 220, mert kínai égötvet, tehát, hogy már most el tudsz kezdeni bevásárolni, ha mondjuk a feleséged szeretne, mit tudom én, nem tudom, szép hógömböket venni, akkor azt ő már augusztusban meg tudja venni. És mi van, hogyha ugye azt azért van egyébként, hogy próbadíszítést tudsz csinálni a házra, hogy most földíszíted, azt mondod, hogy nem hiszem, jó, hogy valaki akkor beteg, van időd még újat venni. Érted? Ha decemberben van csak, decemberben megveszed, földíszíted, nincs idő. De ez nem egy esküvő, hogy próbaülés, próbafőzés. Szép legyen. Teljesen beteg vagy. Posztomban van egy baromi jó karácsonyi díszbolt, ami egész évben nyitva van. Na. És 0-24-ben is belépsz, és olyan, mintha december lenne, szól a Jingle Bells, és millióféle fajta karácsonyi, hát egy idő után, úgyhogy én például vettem a gyerekeknek karácsonyfa díszt, most, amikor kintről júliusban volt ki. Igen. Meg is vagy kinek. Mert zseniálisak, tehát van, de kérdezed, hogy külön van polca a szuperhősöknek, van külön polca izéknek, az angyalkáknak, akkor vannak klasszikus díszek, vannak fából készült díszek, tehát egy ilyen több ajtós, több termes boltot képzelje. Baromi jó. Lehet olyan karácsonyfa, hogy Superman repül van, körbe? Igen, spongyabobló, meg akármi, meg tunyacsáp, akkor a másik teremben voltak, mondom, az összes Disney figura, akkor volt egy olyan szoba, ahol csak például amerikai jelképek, akkor volt egy olyan szoba, ahol csak, nem tudom, diótörő, zseniális volt, nagyon jó. És olyan szépek voltak, hogy muszáj volt vásárolnom, pedig egy vagyonba kerültek. És mit hoztál a gyereknek? A Lipnek egy ilyen kis fehérfejű rétis. Nem, őnek egy ilyen kis csajos díszt hoztam, amire egyébként ráírták a nevét, tehát ez is benne van a szolgáltatásban, és a Miminek pedig egy olyan Mikulás figurát, ami, hát nem tudom, ja, kalózos Mikulás figurát, igen. Csipogta kifelé? Mi? Hogy kifizetted el, Zsolt? Igen, kifizettem. Jó, persze egyszer bemenni más, de azért aki augusztusban azon szorong, hogy mit vegyen karácsonyra, azért az kemény, nem? Tehát augusztusban, szeptemberben elkezded összejönni, hogy mit vegyél karácsonyra, azért ahhoz nagyon túl jó, az életnek kell lenni. Jó, de ez a londoni bolt, ez azért híres erről, hogy augusztusban ott, tehát azért ott egy ilyen ünnep, ott van egy napja, amikor ez megnyit. Tehát igen, ez egy óriási nagy fesztivál. De Magyarországon is van egyébként. Hol? Ilyen. Talán tényleg Szentendrén írja, hogy hallgatod, de ezt én is hallottam, meg anyukám is mondta, hogy Szentendrén is van valami hasonló bolt, hogy bemész is egész évben. Egész évben karácsony van.
meg. De hát az kicsiben nyilván. Én most már jó vagyok, mert már tudom, hogy mit teszek a gyereknek karácsonyra. Mint a harsány. Harpó szörnyű titka. Azok már nem az anyukát többé. Jó, akkor bevállalom én a harpó szörnyű titkát, jó? Te jobban jársz egy 12 évesnek elmesélni az anyu, nem az anyukát többé, mint én a 6 évesnek a harpó szörnyű titkát. Ne akarj megint szembesülni azzal a szörnyű gyerekkori élményed. Tudni akarom, hogy mi harpó szörnyű titka, de tényleg. Mindig éreztem benned egy kis távolságtartás a horgászattal kapcsolatban. Volt, és találkoztam is pura horgászokkal. De tényleg tudni akarom, mi harpó szörnyű titka. Na jó van, jövünk egy pici szünet után, jó? És mutatjuk a nap legjobb pillanatait, 9:30 múlt pontosan 8 perccel, itt vagyunk mindjárt. 9:45 lesz pontosan. 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Akkor reggel megvitattuk azt a hírt, ami ugye egészen friss volt, hogy elvileg kötelező lenne az éneklés az iskolában. Ugye? Hát gyerekes felvetés volt, megpróbáltuk kitalálni, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Mit kellene énekelni, mikor kellene énekelni, és milyen minőségben kellene tenni mindezt. Magában a felvetéssel nincs nagy baj, kicsit a gyerekek mindennapos énekléssel vezetnék bele magukat a tanulmányokba, és hát megpróbáltuk megfejteni, hogy tényleg mikor kell ezt elképzelni szünetben, óra előtt, már az órára úgy masíroznak be, hogy énekelnek, lecsippentenek a matek órából, és akkor énekelnek, vagy az első óra az énekóra lesz, és egy nagy közös énekléssel indul a nap, vagy akár egy ilyen kollektív éneklés. Hát korunknál nem fog a nagy szünetben, vagy nem tudjuk, hogy mikor, de hogy ki mikor akar énekelni. Korunknál fog, ugye mindannyian megéltük még ezt a dolgot, nekünk ugye Ferivel még mások voltak, már nem tudom, hogy volt a száz torokból száll az ének szó, meg éneked, meg mint a bókus fenn a fán, Balázséknak meg első emelet számok voltak még. Tehát, hogy mindenki a saját őrsében mindenki énekelt valamit, és mi folyamatosan énekeltünk, de manapság ez már nem divat. Igen, hát most ezt szeretnék visszahozni, úgyhogy beszélgettünk arról, hogy lehetne ezt jól visszahozni. Valamint vendégünk is volt a mai adásban, egy olyan fiatalember, aki többször volt nálunk, és nagyon kedveljük, Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató, és több mindenről beszélgettünk vele, egyrésztről szóba jött a mesterséges intelligenciával működő fegyverarzenál. Ugye rendeztek nemrég egy konferenciát Buenos Airesben, és hát sok nagy koponya szólalt föl, hogy minél jobb lenne azért ezt gyorsan megállítani, mármint a mesterséges intelligencia hadászatban való felhasználását, és hozott néhány kütyüt, ami 5-10 év múlva már akár mi is használhatunk. Érdekes dolgokat mondott, jó vele egyébként beszélgetni, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan, 10 óra. Érdekes beszélgetés volt Bertalannal, nem? Nagyon. Jó, szerintem elgondolkodható, kell néha ilyenekről is beszélni. És ebből jön az aztán, hogy milyen képességeket tudunk mi, amit a saját gyerekeink már nem fognak tudni, illetve mit tudnak majd ők, amit már mi nem tudunk. Például az automatikus autók, ugye? Hát ez is milyen érdekes, hogy 30-40-70 év múlva nem kell tudnod már vezetni, 60 év múlva. És amit mi még profi módon űzünk és csinálunk és vezetünk, nekik ez már nem lesz kunst, mert nem is fogják érteni, hogy te még vezettél. Milyen hű vagy? Nem kell már tudnod majd vezetni, mert ez egyszerűen megoldódik, ebben ezen képesség birtokában nem lesznek. De csomó tudnak majd, amit mi nem tudunk. Hála jó Istennek, akkor le fognak róla pattani, legalább fel azoknak, akik általában beszólni szoktak, meg két dologért szólnak be, hogy kicsi vagyok, meg hogy nincs jogsim. Legalább a jogsim már nem lesz. Beütött, hogy hova mész aztán, de kell egy számítógépkezelői tanfolyam. Addig rá már csak az lesz, hogy papa, ne is tírölje a benzinkúton a fiatal mamákat, hanem pattanjon be a kocsiba, és álljon arrébb egy órája, itt ízét csorgatja a nyálát. Nem tudom, hogy mi megérjük-e, de mondjuk 50-70 év múlva már az, hogy vezessél, mi a fenének kell vezetni, nem? Hát csak reméljük, hogy nem az a cég fogja gyártani ezeket az autókat, ami most a tiédet, mert... Vagy kész van? Nem. Fényezés alatt áll a gépjármű. Jó lesz az, gyerekek, egyszer kigúrulok a boxból. Az, remélem eljutok a következő szakszervizig. Ugyanakkor viszont azért a beszélgetésnek arra részéről is érdemes lenne fókuszálni minél több embernek, amikor ugye a Föld 2-ről, vagyis a Marsról, az esetleges Föld 2-ről, a Marsról beszélgetünk, mert ugye azért nem felejtsük el, hogy ez egy mekkora paradoxon, hogy azért kell a tudománynak fejlődni, meg azért kell ez a szédületes tempójú technikai fejlődés, mert hogy az évszázadok során iszonyatosan nagy szószba kavartuk saját magunkat ezzel a túlnépesedett bolygóval, és talán inkább az okokon kellene elgondolkodni, hogy hogyan jutottunk el idáig. Hogy milyen jó lenne, hogyha az emberek egy része, sőt, a nagy része, sőt,
lehet mondani, hogy gyakorlatilag az egész emberiség egy picit az egójából lejjebb adna meg az igényét. Na, azt nem. De úgyse fogja. Értem, hogy gyűjtsük szeretni, na azért az ego, nem. Na, azt hát azért. Na, azért azt nem. Azért ne kérje lehetetlen. Nem? Mindenki megy a Marsra majd, egyébként a túlnépesedett, agyon használt bolygóról, egyedül Jani fog itt állni, és integet utánunk, hogy rohadjatok meg, én itt maradok, harcolok! Igen. Értetek, de Jani, mindannyian elmegyünk, akkor is itt maradok, értetek! Ne, ne maradj itt, az ott már nem a mamád! Harpo bácsi áll mögöttem. Csavi, hello, jó reggel! Jó reggel, szevasztok! Hát egyébként meg voltak már ilyen kutatások Amerikában, hogy az emberek egyre kevésbé használják például az írásnak, a kézzel írásnak a tudományát pont ezért, mert hogy amit mondtok, hogy a vezetés is majd el fog silányulni, tehát nem kell. Mint ahogy már nem kell a betűket sem ismerni, hogy az kézzel hogy kell leírni. Hát bepötyögöd, rá van írva, itt a H betű, beírod, azt na de ha megnézed az evolúció irányát, tényleg ez? Hát 10-20 évvel ezelőtt mennyit írtál? Minden nap toll volt a kezedben. Ma tollat fogsz hirtelen, és egy pillanatra, hát most ha az ember nem adminisztratív munkát végez, mondjuk számítógépet használsz, telefont használsz, meglepődsz, hogy hirtelen toll van a kezedben, és kézzel kell valamit megírni, nyilván, ha nem olyan a munkád. Én már nem tudom olvasni a saját írásomat. Az nekem mondjuk 20 éves problémát okozott, de milyen érdekes, hogy tényleg az ember leszokik, mert egyszerűen egyre kevesebb területen használod például az írást, ha nem olyan a munkád. Igen, a kezünk meg fog hosszabbodni a selfie bot miatt, tehát nem lesz rá szükség, hiszen olyan hosszúra fog nyúlni az evolúciós elmélet alapján a kezünk, hogy az már ott belfér benne majd az okostelefon. Hívd inkább a naphallgatóját annak. Jobban járunk mindenki. Mindennyian jobban járunk. Majd megbeszéljük, Jani. Úgyis együtt mentek haza. Ha megy a metró. Ha jár a metró, csak mondom, a mesterséges intelligencia itt van. A 4-es metróban már nincsen sofőr. Úgy megy, a 4-es. Igen. Tök jól néz ki, mikor befogadják megállítani, de... Ön tudatára ébredt a 4-es metró? Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. Ciao, hello, hello. Nem írtad alá, hogy hívnak? Csaba. Csaba, egy szellemes kis szójátékkal nyitottad nekünk a reggelt, ugye János mesélt arról, hogy a parlamentben volt tegnap, mert ott választották meg az év ország tortáját, vagy cukormentes tortáját. Azt írtad nekünk, Csaba, hello, János, tegnap a parlament. Jó, igen. Jó, igen, arra volt dolgom. Mondjad, mit mondtál? Igen, szellemeset sikerült, igen. Szellemes volt, szerettük. Te vagy a nap hallgatója, mondtad is, hogy morning show, úgyhogy küldünk egy szép kis ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket? Jelenleg a 6-os úton. 6-os úton. Jól van. Vigyázz magadra, köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi. Ciao. Sziasztok. Hello, hello, hello. Mi újság, Csabikám, remek zené? Hozok nektek egy olyat. Hallottam olyat. Hallottam a múltkor, hogy ti is lejátszottátok, és hogy a Balázs mennyire szerette. Kigo featuring Konrád? Egyébként azt is lejátszottak, ha akarod. És megjegyezte. Kigo. Kigo featuring Konrád. Figyelj, bepisíltem a gyönyörűségtől. Nagyon menő akarsz lenni, akkor mondd, hogy Kygo. Ja, ne, aha, az csak nagyon-nagyon primitíven. Kigo. A Walk the Moon zenekart, úgy hallottam, ja. Nagyon megszeretted a Shut Up and Dance-el. Olyó, hát most azért hazudnék, mondod. Ha elsőre rá tudnám mondani, hogy melyikre gondolsz, de biztos, ha ezt mondod, akkor nagyon megszerettem. Szépet mondtam róla? Adásban nem. Nem, az, hogy ő azt úgy kívül adod. Nem. Nem, az viszont nem ér elmondani. Az az öröm a 10 órának szól, Csabi. Ja. Szóval semmi Kígó, csak ez a másik. Ezt neked egy Kígó is, de a Walk the Moon de az... De Konráddal vagy Konrád nélkül? Konrád nélkül nincs Kygo. Kígo és Konrád együtt jár, mint az Idő és a Tikotány. Így van, Balasz és Gromit. Mint az Idő és a Tikotány a szerencsekerékben cintulával. Emlékeztek? Szóval ezt hozott Csabikám, jól van, és semmi klassz nyár, meg semmi... Hát vártam, hogy te mondod. Lila Goulding, Ella Goulding, Cuba Goulding. Bonnie Tyler-tel azért eljutottunk Lila Gouldingig. De lehet még rá jegyeket nyerni? Hogy ne? Nagyon jó. Még ma is egész nap mi van? Ma szerda, csütörtök, péntek, persze. De és jövő héten csütörtökön lesz a koncert, úgyhogy... Milyen koncert? Csabi fejét kell ilyenkor megnézni. De hol? Ki? De hol? Gondolom, tényleg nem tudja, hogy miről beszél. Jó van, tudjuk, persze, ott leszünk. Ellie Gouldingon az elsősorban csápolok. Tényleg. Minna Robin. Miért Minimbe lesz? Tessék? Ő fiú. Jó vagy le? Csabi. Gyerekei vannak. Négy perc van pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorra, kérjetek tőle sok jó dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.